Ó, igen, ő is vágyott a férfi után, de ezt felhangon még nem merte volna kimondani. Szavak helyett csak hozzásimult, ami a férfit még jobban felizgatta. Ajkát a nyakára tapasztotta, majd végig vándorolt le a kebléig úgy, hogy Alex egész testében megremegett. Steve érezte, valahogy vissza kell fognia magát, mert rögtön indulnia kell, ha nem akarja, hogy miatt álljon az egész stáb. Minden esetre megdöbbentette, hogy Alex közelében ezt a mindent elsöprő erős vágyat nem először érzi, hanem minden egyes alkalomkor megismétlődik, amikor megizleli Ajkát. Ilyet még életében nem ért át. Alex! Alex! Mind a hangjától egy pillanat alatt kiózanodtak. Alli! Itt vagy valahol? Steve a lány Ajkán végigfuttatva újait elengedte. Mm, – Mire valók a barátok? – sóhajtotta ironikusan. – Szólj neki, édes, mert halára aggódja magát miattad. – Ó, igen, igen, – Ocsúdott fel nehezen, alig állva a lábán Alex. – Itt vagyok, már megyek is. Intett búcsút a Steve-nek, és indult meg a hangirányába. irányába. – Jól vagy? – futottak össze pár méterrel odébb. Olyan rég kijött már aggódtunk, hogy valami bajod esett. Nézett rá, kutatóan Linda, olyan sápat vagy. Ó, biztos Martin koktélja aludas a dologban. Amúgy kutya bajom, csak még váltottunk pár szót steve -vel. Linda összeszűkült, gyanús szemekkel méregette, mik kardkarba indultak vissza a többiekhez. Linda már találkozott pár steve de főként, a Martin által elmesélt történetekből ismerte a férfit, aki ez alapján családcentrikus, intelligens, tehetséges és jó humorú pasi volt. Ráadásul írtó jóképű. Szóval minden éppeszű nő, álom férfia. Feltűnt neki az is, hogy Alex úgy mosolygott egész délután, mintha belefagyott volna ebbe a pózba az arca. Látszott, hogy gondolatai elkalandoznak, többször is észrevette, hogy csak felületesen figyel rá. Ráadásul dudorászik, a szeme pedig gyanúsan csillog. Jobban, mint kellene. Szóval igencsak jelzés értékű volt ez Linda számára. A jól sejtette, és híres női megérzése nem csapta be, barátnője beleszeretett a filmszínész Steve Lapsonba. A következő héten főleg csak telefonon érintkeztek, de repült az idő. Keményen edzett, és megjött Bostonból a hivatalos értesítés, mely augusztus 30-ára tűzte ki a verseny időpontját. Most, hogy így nyomtatva látta maga előtt a meghívót, még reálisabbá vált a dolog, és érezte, hogy elönti az adrenalin. Nagyon várta, hogy önmaga előtt bebizonyítsa, képes rá, és sikerülni fog. Akarta. Akarta magáért, az örömért, az élvezetért, és természetesen azért apja, barátai elismeréséért is. Ebben az időszakban nagyon fontos volt a rendezett háttér, hogy mentálisan, lelkileg kiegyensúlyozott legyen. Ezzel szerencsére nem volt probléma, minden a lehető legjobban alakult. Linda meglátogatta a héten kétszer is, egyszer elmentek közösen vásárolni, másik alkalommal pedig segített neki sütni egy kávétortát, Martin kedvencét. Linda kíváncsian kérdezősködött, nem tolakodóan, mert nem akarta elveszíteni Alex bizalmát. Ismerte már annyira, hogy tudja, előbb-utóbb úgy is kijönti a szívét. Végül csak kibögte neki, hogy igen, túl gyakran gondol tívre, nagyon vonzódik hozzá, de még nincs tökéletesen tisztába az érzéseivel. Kivárja, hogy a férfi mit lép, és majd miként nyilatkozik. Nyugtalanította, hogy közeleg a díját adó, és ha valóban befut, akkor mit lesznek a további tervei a jövőre vonatkozóan. Belefére majd egy asszony, egy család őszintén bevallotta, hogy érzi, most már sebet ütne rajta a hiánya, de akkor inkább most épjen ki, míg nem okoz akkora sérülést, hogy megtörje lelkinek. A továbbiakban tehát döntőnek bizonyulhat a kapcsolatukra nézve Steve filmes karrierje. Linda szurkolt neki, mert szerette volna, ha barátnője révbe ér. Nem csupán azért, mert 29 éves, hanem mert tudta, hogy Alex is ugyanúgy vágyik a család melegére, biztonságára, gyerekekre, mint ő maga. Erre a gondolatra elmosolyodott, mert már két hete nem jelentkezett a menstruációja. Reggelente szédült, és hány ingere volt, ami elég biztos jelnek mutatkozott arra, hogy állapotos. Mégsem akart még szólni róla senkinek, míg minden kétséget kizárva meg nem bizonyosodott. Ha a következő esedékes időpontban sem jelentkezik, akkor elmegy a nőgyógyászlához, Magában szinte már biztos volt benne, de babonából nem akarta még elkiabálni. Duplán sugárzott a boldogságtól. Alex ezt annak tudta be, hogy őrülten szerelmes férjébe, ami mellesleg igaz is volt. Péntek délután jelentkezett már kis, hogy szeretné Alexet elkísérni az egyik edzésére. A lány örömmel hívta, és kicsit korábbra tette edzése időpontját. A gyereket ugyanaz a kocsi hozta, mely már korábban is volt nála a stúdióból. Már kis versenykerékpárját kivették a csomagtartóból, és a sofőrrel megállapodtak, hogy három óra múlva, nyolc órakor jöhet érte. A fiú, ha lehet, még többet kérdezősködött, mint pár hete a nagybátyja. Miért ennyit fut? Milyen tempóban? Hányszor szokott edzeni? hogy tudja ilyen hosszú távon beosztani az erejét, és mi van, ha már nem bírja? Mibe szokott felöltözni a futáshoz? Feltűn neki, hogy Alex kifakult sortban és trikóban van, viszont a cipője annál feltűnőbb volt. Hú, biztos nagyon drága lehetett. Látta miért a reklámba, mondta a gyerek. Alex mellett kerekezve. Hmm. bizony, nem két dollár volt. Válaszolta a lány könnyedén pedig már majdnem kiértes az óceánpartra. Tudod, már egy idő után rájön az ember, hogy futás közben nem az az érdekes, hogy hogy néz ki az ember. Mert ez nem divat bemutató, ugye, Alex? Kocsogott közbe. Nem bizony, de mindenki úgy öltözik hozzá, ahogy kedve tartja. Természetesen nem kizárók, ha valakin már kezd van, de ilyen mindennapi edzésekre megteszik a használt, kobott trikók, régi sortok, vagy egy megkurtított farmer is. Több mindegy, vált lassúbbá futása, ahogy a partra értek. A lényeg és az egyetlen fontos szempont, hogy jól érezzük magunkat benne. De a cipő az már más tészta. Nehogy feltörje a lábunkat, meg ilyesmi? Telepedett le, Marka hátizsákából kivéve egy snickers sokit, Alex pedig kihalászta a vizét. Hát igen, az is egy szempont, de a megfelelő cipő a legfontosabb, hiszen az egész testünket a láb tartja. Olyan kell, ami stabilan, de kényelmesen tartja a bokát. Gondolt csak el, magyarázta tanító nénisen. Mekkora megterhelést végez ilyen hosszú távon a láb. Szóval egy igazán jó futócipő megéri a ráfordítást. Akkor ezen túl én is odafigyelek erre, és ilyet vetettek steve szólt komolykodva. Mond Alex, és hogy fogod végigbírni azt a nagyon hosszú távot? Kíváncsiskodott tovább. Hát, mint látod, edzek, általában naponta kétszer. Először is azt próbálom elérni, hogy meglegyen ehhez a távhoz a szükséges erőm és az állóképességem mára már ott tartok, hogy nem különösebben fáradok el. Nem sokára pedig gyorsasági munkát fogok végezni, ami viszont már fárasztó, de ezt tesz majd képesé arra, hogy jó tempóban és aránylag gyorsan le tudjam futni a távot. Talán ezzel még nyerhetek is. Igen, biztos, hogy így lesz. Állt fel Márk, és nagy lendülettel puszélta meg Alexet. Ó, te kis hízelgő, viszonozta az ölelést. De komolyan, én még soha nem láttam hozzád hasonlót. Úgy futsz, mint a természet filmekbe az őzikék. És egyáltalán nem is lihegsz. Én bezzeg. A suliba már egy kör után is csak úgy fújtatok. Na, majd kezelésbe veszlek. Mire megkezdődik az iskola, rád sem ismernek majd. Most is csak itt majszolsz, ahelyett, hogy tornáznál velem egy kicsit, mondta játékosan. Jól van, oké, okay, benne vagyok, mondta. Azért még az utolsó falatot lenyerte, majd elkezdte Alexet utánozni. Tíz perc sem telt el, és kifulladva lihegett a lány mellett. Oh, úgy látom, mára elég volt, nevetett fel Alex. Na, jól van, induljunk, mert a végén még a bringán sem bírsz visszajönni velem. Pohockodtak még egy kicsit, majd kis testőre kíséretében Alex közepes tempóban futott vissza a lakásig. Bent a konyhában már kiszolgálta magát hűsítőtívot, és mivel látták, hogy van még fél óra a sofőr érkezéséig, a lány gyorsan összedobott pár sajtosztendvicset, majd a sütőben pillanatok alatt megpirította. Arra, hogy Alex nem tart otthon majonészt és ketchupot, a fiú egy vicces mintort vágott. A lány négyféle savanyúságot tett elé, és a csemegő borfa győzött. Az utolsó falatot nyelte le, mikor meghallották a kocsi dudálását. Ó, Alex, nagyon jól éreztem magam. Eljöhetek máskor is? Hm, akár minden nap. Mit csinálsz úgy mostanában legtöbbször a szabadidődben? Kérdezte most, mivel eddig szinte csak a fiú kérdezős körött. Most a szünetben többet együtt lehetek a barátommal, és ő is nemrég kapott új bringát, úgyhogy a legtöbbet most azon gyakorolunk. Be kell járatni, nem igaz, Alex? Nézett rá somolyogva. De, bizony, legalább azzal is mozogtok egy kicsit. De azért óvatos legyél, és vigyázzatok magatokra. Búcsúztak el, majd Alex a fürdőszobába indult, hogy végre letusoljon. A következő hét is hasonlóan telt, azzal a különbséggel, hogy Steve telefonált, csütörtökön végre befejezik az itteni forgatást. Másnapra Márkal tervezett hajók kirándulást, szombat estére viszont szeretettel meghívta a lányt magához egy vacsorára. Alex boldogan igent mondott, alé várta, hogy viszont lássa a férfit. A találkozás reggelén lázasan készült, és mivel nem akar üres kézzel menni, délelőtt sütött egy nagy tejszínes csokoládétortát, amit gyönyörűen ki is díszített hosszas válogatás és töprengés után az újonnan vásárolt, hátul kivágott ruhája mellett döntött, fehér, nem túl magas sarkú cipővel. Haját lazán feltűzte, hogy jobban érvényesüljön, a Steve-től kapott főbevaló és szép, kecses nyaka. A férfi ragaszkodott ahhoz, hogy taxival érte jön, de Alexnek sikerült nagy nehezen lebeszélnie. Készülőt csak nyugodtan nagynány vagyok, megoldom, hétre ott leszek. Mikor elkészült, bepakolt a kocsiba, és izgatottan elindult a férfi lakása felé. Csodálkozva látta, hogy nem egy gicses, ormótlan házhoz ért, hanem egy ragyogóan fehér, kétszintes örökzölddel felfuttatott, hatalmas, romantikus, kovácsoltvas elkélyes, tetszetős villa elé érkezett. A dús, zöld füvön szép kis poprok voltak jól elrendezve, köztük egy mármány szökőkút ontotta a szikrázó vízsugarakat. Elismerően nyugtázta a férfi jó ízlését. Épp hogy csak kiszállt, Márk száguldott a lépcsőn, kitárt karral ölelte magához a lányt. Gyere, gyere, gyere már! Húzta volna már is maga után, épp most készült ezt ív is. Pillanat, nevetett a lány, és kiemelte a tortás a kocsiból. Ahogy belépett, a férfi szélesen rámosolygott, ragyogó kék szemével vágyakozva, elismerően nézett rá, és hogy ennek hangot is adjon, hangosan füttyentett egyet. Ez igen, hölgyem, ezt már tényleg nem tudom ragozni. Tündér ilyen feste ebben a kis ruhában, dicsérte a lányt. Szíve szerint inkább lélegzetelállítót mondott volna, de nem akarta a lányt zavarba hozni a kisfiú előtt. Még a lélegzetem is eláll, amikor meglátlak. Súgta a fülébe, amikor mellé lépett. Köszi, pirult el halványan Alex. Letette a dobozt, és közben arra gondolt, hogy Steve is bámulatosan fest, akár mi is van rajta. Nedves haja még csillogott a zuhanyzástól, egy-két tincs rakoncátlanul a homlokába göndörödött. Fehér pólót és fekete farmert viselt, ahogy a lábára nézett, látta, hogy mezitláb van. Steve észrevette, hogy végigfut rajta a lány tekintete, és jó leső borzongás áradt szét egész testében. Bocs, de szeretek itt mezitláb lenni, magyarázkodott. Mint ahogy én is, mosolyodott el Alex, csak érez magad otthon. Idézte vissza a férfit, akinek minden szavára emlékezett. Mikor beteg volt és ápolta egy délután, ez viccelődött. Steve azonnal kapcsolt és elnevette magát. Hm, te is, ahogy neked kényelmes. Kínált a helyel a szépen megterített nappaliban, ahol halk zene szólt. Rögtön hozok egy kis italt. Már gyere segíts, a poharakat még nem hoztuk be. Nyugodtan nézz szét addig Alex, viharzott ki két férfi. Nem volt túl sok bútor, de amit látott a tágas helységben, azok mind jó ízlésről árulkodtak. A hatalmas régi vandaló volt a legfeltűnőbb. Vele szemben viszont újnak látszó, fekete, kárpitozott, kihúzhatós kanapé, mellette pedig, ahová Steve ültette, üveglapos asztal állt, amelyre most hófehér damasztabrosz terítettek, körülötte négy székkel. A kandalló mellett két oldalt hoztam felnyúló könyvespolc tele zsúfolba, és az ágyon is hevertek gépelt lapok és egy-két újság. A szemközti falból nyílt a konyha. Amennyit látott, az krómozottnak és modernnek tűnt. Nagyon hangulatos és ízléses, gondolta, de egy női kéz még otthonosabbá tudná varázsolni. Először is kocintunk, jöttek már is befelé csörömpölve, mert Márkért nem sokára jönnek, mondta Steve. Te nem eszel velünk, lepődött meg Alex. Pedig ezt a csoki tortát, emelte le a doboz tetejét, kifejezetten neked sütöttem. Ó, oh, 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 hatódott meg a fiú. Ha ezt tudtam volna, lemondom a hétvégi sátorozás kenteknél. De látszott rajta, hogy vívódik, de Steve sietett megnyugtatni, hogy holnap pestit megőrzi neki, és legközelebb majd egy közös vacsorát rendeznek. Na jó van, rendes vagy Steve, ezért megengedem, mondta nagy lelkűen, hogy egyél belőle egy szeletet. Ó, köszönöm, ő lordsága, hajolt mélyen a földig a férfi, ön túl nagy lelkű. Semmiség, és még egyszer köszi Alex, ölelte át újra de csak fele olyan finom lesz, mint a mézes zserbó, akkor nem garantálom felségednek, hogy csak egyetlen szelettel csorbítom meg a tulajdonát. Na-na, intette játékosan Alex, ne élj vissza nemes uralkodód nagy Jó, oké, megígérem, sóhajtotta. Aztán hirtelen, mint akinek csak most jut eszébe, egy nagyon fontos dolog, vádlóan már lábára pillantott. Apropó, most jut eszembe. Nézd csak oda, Alex, mit is látsz a mi kis zsarnakunk lábán? És a nő megdöbbenve vette észre, hogy egy ugyanolyan márka jelzésű, igen drága, a cipő birit a félig vigyorgó, félig megkunyászkodó gyerek lábán, mint amilyen rajta volt, mikor együtt futottak. Na mit szólsz, ha felszámolom, hogy a gázsim feléért Portlandben a legdrágább edzőcipőt vetette meg velem. Nem tudom, kinek a hatására, pillantott Sunyin Alexre, akkor talán kialkudhatok még egy szeletet. Ne haragudj, mondta Alexa a férfinak, nem gondoltam, hogy a kísérlőadásom ilyen gyors tettekre készteti a fiatal urat. Ó, oh, semmi gond. Annyi hasznom lehet, hogy így viszonzásul most én is kicsikarhatok valamit. Például egy extra adag csoki tortát, nézett kedően az unoka Miért nem látok én a jövőbe? Ha tudom, hogy jön Alex ezzel a finom tortával, akkor csak a jövő héten kértem volna a cipőt. De most már mindegy, legyen a fele a tiéd, sóhajtotta lemondóan, de mosoly bujkált az arcán. Hurrá! Játszott rá, ugrálva örömére Steve. Győztem! De most aztán már sipírc a cuccodért, mert bármelyik pillanatban itt lehetnek érted. Ahogy ezt kimondta, kintről dudálás és vidám zsivaj ütötte meg a fülüket. Itt vannak, nyílt tágra a lelkesedéstől már szeme. Szia Alex, szia Steve, szaladt már is kifelé, a férfi pedig kutyagolt utána a hátizsák játszik Amint visszajött, elnéző mosolyjal nézett a legszre. Hölgyem, tálalhatok? Hmm, segíthetek valamiben? kérdezett vissza. Nem, nem, nem. Most én szeretnék villogni a szakás tudományommal. Egész nap lesem tettem a fakan alatt, Annak reményében, hogy nagyon-nagyon sok jó pontot szerezhetek ma nálad. És pillanatok múlva már hozta is a gőzögő tálat. Ó, oh, szagolt bele Alex a levegőbe, hiszen ez borjú pecsenye. Mhm, uh Tökragúval -huh, tök ragúval, fejezte be a férfi. Tudom, hogy nem szereted, ha a nagy vagyok, de megkérlek, óvatosan reagálj. Egy nemzeti kincs életével játszol most, nézett rá, kétségbesve. Alex úgy tett, mint a erősen töpreng, majd így szólt. Hm, merész választást, de ne nézd már ilyen elveszve, részemről teli találat, nagyon szeretem. Fűzte hozzá, hogy megnyugtassa a férfit. Ah, oh, túl öreg vagyok már az e féle izgalmakhoz, szorította erősen a szívéhez a kezét. Mennyi az a túl öreg? kíváncsiskodott a lány. Kereken három. Mm. akkor szedje bőven a tökből, állítólag fiatalító hatású, morogta, és már nyúlt is a tálhoz, hogy szedje magának. A férfi figyelme odáig terjedt, hogy piros szív alakú a gyújtott, melyek tetszetős üvegtálban úszkáltak. Ez a figyelmesség meghatotta a lányt. Meghitten eszegettek, ritkán engedve szabadon egymás pillantását. A csodálat kölcsönös volt, néha még az ételről is megfeledkeztek. Steve kisé elfogódott hangon megszólált. Gyönyörű vagy, mint általában, és mindig. Még szerencse, hogy félhomály volt, mert Alex jó szokása szerint ismét elpirult. A lány újra az ételre koncentrált, ami valóban nagyon izletesen sikerült, és arra gondolt, biztos nagy ritkaság, ha valaki, úgy mint ők, a kezdet kezdetétől mágnesként vonzódnak egymáshoz, mintha ez lenne a legelemibb törvényszerűségek egyike. Minden egyes másodpercét élvezte az együttlétüknek, és mindig alig várta, hogy újra együtt lehessenek. Érezte, hogy ez az este már nem csak egy szenvedélyes csókolózással fog lezárulni. Nem félt, és nem voltak dilemmái. Úgy gondolta, a férfi is ugyanúgy küzd az érzéseivel, mint ő, de abban is biztos volt, hogy ugyanúgy kívánja is. Mikor befejezték a vacsorát, Steve Pesgő pontot és a fényben csillogó poharakat félig töltötte. Felkérhetlek egy táncra? kérdezte, tekintetével majd felfalva a lányt. Engem? nézett rá, gondolataiból felriadva a lány. Hát a jelenlévő közül csak veled táncolnék, édes. Huncogta a férfi, és magához húzta a lány. Kellemes, lágy dallam töltötte be a szobát. Először csak éppen, hogy egymást érintve táncoltak, ezzel a finom, könnyű érintéssel egyre jobban felizgatva a másikat. Szív puhán belecsókolt Alex nyakába, majd két keze közé fogta arcát, miközben lassan ringatózva mozogtak a zeneritmusára, és apró csókokkal halmozta el az arcát, félig lehunt szemét. Először lassan és gyengéden, aztán egyre hevesebben csókolóztak. Elvesztem, gondolta Alex. Ha soha többé nem is lesz férfi az életemben, erre akkor is mindig emlékezni fogok. Nem lehet igaz, én valóban beleszerettem Steve-be. Ez a felismerés villámcsapásként hasított belé. Egy pillanatra zavarta húzódott el, és a férfi vállára hajtotta a fejét. Testének minden ideg szálába a kívánta, és azt szerette volna, hogy soha többé ne engedje ezt, Steve. A férfi addig babrált a csatjaival, míg vállára nem omlott dús, illatos hajzuhataga. Belefúrta arcát, és így szorosan átölelve egymást, lassan, mindketten elveszve a vágytól, ringatóztak a zenérik A lány szinte észre sem vette, mikor a férfi gyengéden magához húzta a szomszédos hálószobába, ahová beszűrődött a halk zene és a kinti holdfény. Gyengéden ránézett, ami felért egy simogatással, majd óvatosan lecsúsztatta a könnyű kis ruha két vékony pántját, ami nesztelenül hullott alá. Alexen csupán egy fehér csipke vúgyi volt, karcsú, formás testét ezüstös, sejtelmes fénybe vonta be a holt sugár. A férfi még levegőt is alig vett egy pillanatig, Tudta, hogy gyönyörű lehet, de ez minden képzeletét felülmúlta. Halkan a nevén szólította, végig az arcán, a nyakán, s le a mellén keresztül egészen a hasáig. Éppen csak hozzáért az új hegyével. Félt, hogy elriasztja ezt az illúziónak tűnő, gyönyörű tündért. Alexben a férfi finom mozdulata hihetetlen vágyat ébresztett, és Halkan felsóhajtott. A férfi ekkor ébredt tudatára, hogy valóban az olyan régen vágyott nő áll most előtte. De most már igazán érezni akarta. Le akarta venni a pólóját, de Alex megelőzte. Most ő nézte vágyakozva szépen kidolgozott testét, és erejében egyre vadabbul lüktetett a vér. Végül a férfi feladta. Nem bírta már a túlfeszített várakozást, és gyengéden magával húzta a nőt az ágyra. Levették egymásról a maradék ruhadarabokat, és a férfi föléje hajolt. Alex hajába túrta a kezét, majd a nyökök köré fonta a karját és magához húzta. Szinte öntudatlanul tartotta oda a száját, teste égett a vágytól. Steve pedig hevesen lélegzett. A nő testének minden porcikáját végigcsókolta és az őrületbe kergette ezzel Alexet. A lánynak most már az sem számított, ha Steve nem szeretné, csak kihasználná. Amikor a férfi újra a menbimbóját becézgette, a nő már nem bírta tovább. Megemelte csípőjét, jelezve, hogy mindenre kész. A férfi pedig olyan gyönyört szerzett neki, amit eddig elképzelni sem tudott. Egész éjszaka nem bírtak betelni egymással, egyre csak ölelkeztek, az újra meg újra fellángoló szenvedély hevében. Hajnalban, álom és ébrelét határán ölelték, cirogatták egymást. Alex lecsókolta Steve válláról a veritéket, ő pedig olyan szorosan húzta magához, mint akit soha többé nem akar elengedni. Végül arra ébredtek, hogy a napsugár fénye szeliden átható a függönyön. Alex behúnyt szemmel mosolygott. Csodás volt, mint egy álom, gondolta, és közben, ha lehet, még jobban befészkelte magát a férfi ölelésébe. Gondolatban ismét leperegtek előtte a történtek, és egyáltalán nem bánta. Ha a férfi nem viszonozza az érzéseit, gyötrődés lesz elviselnie, de már tudta, hogy szerelmes lett Steve-be, és sohasem fog más férfit szeretni, ezért nem bánt semmit. Úgy érezte, Mindez sokkal több volt szexualitásnál. Nem csak a testük, de a lelkük is egyé vált. Kinyújtotta kezét, ami összekulcsolódott a férfiéval. Steve a szájához emelte, és egyenként megcsókolta az ujjait. Micsoda finom reggel, morogta csukott szemmel. Jó reggelt, édes! Jó reggelt, könyökölt fel a lány sugárzó mosolya. A férfi kisé felemelte a fejét, kinyitotta a szemét, és kutatóan nézte a lányt. Megnyugodva látta boldog, sugárzó arcát, így megkönnyebbülve hanyatlott vissza a párnára. Ő is elvigyorodott, kivillantva vakítóan fehér fogsorát. Hm, nem túl sokat aludtunk, még csak nyolc óra, mondta vidáman, de egyáltalán nem fáradtan Alex. -t. Semmi baj, édesem, zuhanyozzunk, harapjunk valamit, utána pedig bújunk visszaszundítani még egyet. Ajánlott a puszkón, cseppet sem pihenésre gondolva. Ez jól hangzik, mára ugyanis csak estére van edzésem. Szerintem a mai éjszaka felért hárommal is búgta a férfi, és egy gyors mozdulattal maga terítette a lányt. Ne, Steve, kuncogott Alex. De Alex csiklandozta, és közben csókolta, ha csak érte. A lány egy ügyes mozdulattal kiszabadult alóla, és szaladt ki a fürdőszobába. Úgy nevetett, hogy a könnyés is kicsordult. Ünneprontó, kiáltott utána a férfi. Várj, most elkaplak, indult utána. Alex beállította a víz hőmérsékletét, és a kellemesen langyos vízsugár alatt Stív magának háttal fordítva Alexet elkezdte beszappanozni. Lágyan masszírozta vállát, hátát, csípőjének szelid ívét, kerek popsiát, egészen leizgató hosszú lábáig. Szembefordította, és ugyanezt előről is megismételte, melleinél hosszan elidőzve. Steve férfiassága látványosan reagált. Szinte hihetetlennek tűnt, hogy egy ilyen lázas éjszaka után is ennyire kívánja ezt a nőt. Bizonyított már párszor az életben, de ennyire egyszer sem ragadtatta el magát. Megérjítette ez a kis fekete boszorkány. Alex viszont kisé éberebb volt már, és úgy gondolta, nem lenne szabad ennyire kimutatnia, milyen iszonyúan kívánja, és mennyire ragaszkodik a férfihoz. Ezért arra hivatkozva, hogy rögtön éhen hal, ha nem eszik azonnal valamit, kilépett a tusolóból, és egy hatalmas fehér törölközőbe csavarta magát. Oké, édesem, ezt megúsztad, zárt el a csaposztív, de reggeli után nem menekülsz. Amint beléptek a konyhába, megütközve látták, hogy Mona áll a pult előtt cigarettázva, fekete miniszoknyában és egy alig valamit takaró falatnyitobban. Hallottam, hogy zuhanyozol, nem akartalak zavarni. Még szerencse, fűzte hozzá jéghidegen Alexre pillantva. Egy pillanatra mindkettőiknél más-másokból verbális zárlat állt be. Nem gondoltam, hogy már ilyen korai időpontban társaságodban folytatta tovább monak, penge élesen. Mit kereselte itt? Jutott szóhoz az elhőt férfi, míg Alex csak átott földbe gyökerezett lábbal. A repülőjegyedet hoztam, amit bent hagytál a stúdióban. Kedd reggel indulunk, elfelejtetted? Bukta most már, nézédes hangon. Nem, igen, válaszolt a megzavarodott férfi, tedd csak le az asztalra, van még valami? De még mennyire hogy van? Azt hittem, mi még együtt járunk Steve közeledet felé. Ezt a futó kis kalandot megbocsátom, mert tudom, olyan vagy, mint én. Egy kis csábításnak nem tudunk ellenállni, mondta tovább, Alexre rá sem hederítve. Mi már úgyis csak egymás mellett köthetünk ki, még akkor is, ha közben akadnak semmit mondó kisebb kalandjaink is, bukta. A férfi teljesen magához tért, Szeme szikrázott a dűtől, és már lendítette a kezét, amikor Alex elkapta azt. Ne tedd! Ne tedd! Minden világos! A híres filmsztár kellemes időtöltésre vágyott a naív kis tanárnővel. Mondta tűztölégő arccal, s megvető tekintete szinte perzselte a férfi bőrét. Elfordult tőle, és fagyos tekintettel monára nézett. Köszönöm, hogy még időben észhez térített. Öné a fiatalember. Szerintem még alkalmas egy-két körre. Igazi csődör. De ezt ön nálam bizonyára jobban tudja. Röcsögte oda a gúnyos szavakat, magától is meglepődve. Ezt követően, mintha ködbörült volna az agyára, se nem látott, se nem hallott, viharos gyorsasággal szaladt befelöltezni. Azt már nem hallotta, hogy Steve kétségbeesve esve kiabálja utána a nevét. Kifelé, menj dörgött Steve. De drágám, kezdte volna Mona. Azt mondtam kifelé, tűnj a szemem elől, mert nem állok jót magamért. Harsogta a férfi érezve, hogy nem tudja visszatartani az indulatait, ha még két másodpercig közös légtérben kell lennie ezzel a viperával. Soha életében nem ütött meg nőt, de érezte, hogy olyan agresszív indulat söpör végig rajta, hogy egy perc, és nem tudja visszatartani magát attól, hogy egy csattanós pofont le ne keverjen a nőne. Mona most az egyszer megijedt. Már évek óta ismerte a férfit, de soha nem látta még ilyen állapotban. Ránézett Steve-re, és látva dűtő lobogó szemét, kiviharzotta a házból. A férfi gyorsan belesett a hálószobába, de Alex már sehol nem volt. Steve lerogyott a legközelebb esőszékre. Úristen, mit tettem, mondta fel hangon. Hát igen, ennek így kellett lennie. Ez a büntetésem, amiért mindig halogattam ezzel a sátáni nővel a beszélgetést. Miért halogattam, és miért udvariaskodtam vele annyira? félve, hogy megbántom, hiszen ezt a nőt nem lehet megbántani, úgyis lepereg róla minden, gondolta dühösen. Legszívesebben a falba verte volna a fejét ostobaságáért. Megtanulhattam volna már, hogy az eféle nőkkel csak keményen lehet beszélni, nem pedig óvatoskodva és kezet tördelve. Ha lehiggadok, azonnal elmegyek és végérvényesen helyre rakom ezt az áthozott embert. Mit gondolhat most az ártatlan édes Alex? Hülye kérdés vette meg magát utálkozva. Biztos azt hiszi, én is ugyanolyan pléboly vagyok, mint a legtöbb milliómos befutott sztár. De én... Te jó ég! Hát én... Én szerelmes vagyok Alexbe. Igen, beleszerettem. És most értette meg, milyen nagyon megszerette a lányt, és milyen hatalommal bír felette. Most döbben csak rá, hogy őrült vágyódása nem csupán a testi vonzerőnek szólt. Soha nem váltott még ki ilyen heves érzéseket belőle egy nő sem. Úgy lobogott benne a szerelem, hogy az egyetlen korábban érzett érzelemhez sem volt hasonlítható. Rádöbbent, hogy Alex az, akit egész eddigi életében keresett. Legutoljára családja tragikus elvesztésének napján sírt, Elővette a csoki tortát, és fuldokolva ette, miközben érezte, hogy peregnek a könnyei. Alex, mint egy álmokfutó, úgy sepert végig a városon, miközben könnyeit nyerte. Mit vétettem, hogy ennek épp velem kellett megtörténnie? Hogyan lehettem ennyire bak? Miért is voltam képtelen ellenállni Steve-on Tette fel magának az áradó kérdéseket. Mert olyan ostoba voltál, válaszolt egy gonoszkodó hang, hogy beleszerettél. Hát igen, a legjobbkor, gondolta elkeseredetten. Pedig minden olyan szépen alakult. Talán túl szépen. Álmában sem gondolta, hogy ilyen helyzetbe kerül majd. És tessék, Mona a kihívó szépség egy csapásra szétrombolt minden. Hazatérve lerogyott a kanapéra, és összekuporodva bámult ki az ablakon. Úgy érezte, nem bírja elviselni ezt a megaláztatást. Nem tudta elhinni, hogy a férfi becsapta, és mindvégig hazudott neki. Persze szánt rá a drága idejéből pár perces telefonbeszélgetéseket egy-egy délutánt. Üdítő változatosságot jelenthetett a monával töltött idő után. Biztos kíváncsi volt arra, vajon mennyi ideig kell hajtania, még becserkészi a naív tanítornőcskét? A szélhámos gazember. Képtelen volt elhinni, hogy ösztönei becsapták, hogy az az erős vonzalom, amely egymás karjába hajtotta őket, mindössze túl képzeletének a szüleménye. Bárki észrevehette, hogy vibrál köztük a levegő, és képtelenek egymásról levenni a tekintetüket. Vagy csak arról lenne szó, ostorozta magát tovább, hogy valóban ilyen kiváló színész? Mert ha igen, ezért az alakításáért személyesen és azonnal borítékolja nem az aranyglóbuszt, hanem egyenesen az Oscar díjat. A legrosszabb az egészben, mégis az a megalázó helyzet, amit átélt, és az a csalódás, amit el kellett viselnie. Vajon hogyan fogja megmagyarázni a férfi Mártnak a helyzetet? és apámnak is, mit mondok majd? Gondolatai össze-vissza csapongtak. Felállt, remegő kézzel kivette a citromos vizet a hűtőből, és nagyot húzott belőle. Arra gondolt, talán most jó lesne egy lazító, kellemes habfürdő. Úgy érezte, mintha kemény fizikai munkát végzett volna, minden porcikája sajgott. Hát, igen, sóhajtott felhangosan. Nem csoda, egy ilyen éjszaka után újra eleredtek a könnyei, visszagondolva a férfi sármas csókjaira, hevességére és szenvedélyére. Bevánszorgott a fürdőszobába, és folyatni kezdte a meleg vizet, hozzáöntve az illatos habfürdőt. Levette vadonatúj ruháját, és úgy dobta a sarokba, mint akinek égeti a kezét. Ezt már soha többé nem veszem fel, gondolta. Megkönnyebbült sóhajjal merült bele a vízbe, s újra gondolataiba veszve behunyta a szemét. Végig hazudott az átkozott, gondolta századszor, most a kellemes meleg víztől ellazóva, higgadtabban próbálta végig gondolni az eseményeket. Az a Mona, az a színésznő, aki azt állította, hogy kapcsolata van Steve-vel, biztos nem hazudott, hiszen a férfi olyan zavarban volt, hogy csak hebeget habogott és az is biztos, hogy nem a kéményen keresztül ereszkedett be a házba. Nagyon is otthonosan cigarettázgatott Steve konyhájában. Csak azt az egyet sajnálta, hogy lesüllyedt az arrogáns mona szintjére, és úgy beszélt, mint egy féltékeny ócskalotyó. Ez a beszédstílus egyáltalán nem volt jellemző rá, és így utólag rettenetesen szégyelte magát. Kinyitotta a szemét, felült és erősen beszappanozta magát. Miért kellett nekem éppen most beleszeretnem ebbe a hitvány alakba? A Rikkel való kapcsolatából tudta, hogy nem lesz könnyű a felejtés. Már, ha egyáltalán el tudja felejteni. És ez az, amiben erősen kételkedett. Érezte, hogy egyelőre túl friss és túl eleven ahhoz a Steve iránt érzett szerelme, hogy már is el tudja rejteni egy olyan helyre, ahová az idő sohasem hatolhat be, az emlékeibe. Steve lecsillapodott már amennyire a körülmények után lehetett, és rekordsebességgel tette meg az utat Monaházáig, és most könyörtelen, de közönyös arccal állt a nő előtt. Tekintetét viharfelhők fátyolozták, ennek ellenére hangja hűvösen, fegyelmezetten csengett. Ez volt a legközönségesebb és a legelvetemültebb viselkedés, amit valaha láttam. A nő közbe akart vágni, de Steve nem engedte. A tapintatlanságod nem lep meg, de ha csak azért jöttél hivatlanul, hogy átadd a jegyemet, és Alexet meglátva az mellőlem, akkor közlöm veled, nem vált be. Mondta, reszketve az indulattól, de vészjóslóan halkant te vagy a leggátlástalanabb és a legszemérmetlenebb nőszemély, akivel eddig valaha találkoztam. Tudom, hogy kellek neked, de miután kiszolgáltam a céljaidat, abban a szent szúrásban faképnél hagynál, anélkül, hogy egy pillanatra is hátra néznél. A nő egy fehér bikiniben piegett előtte, keblei iszkratóan emelkedtek és süllyedtek. Steve nem is lepődött meg igazán, hogy ez már egyáltalán nem hat rá. Monán most már látszott, hogy kezdi magát kényelmetlenül érezni. Mire hazatért, már tudta, hogy kissé elvetette a súlykot, és nem térhet ki Steve haragja és felelősségre vonása elől. Steve, értsd meg, én nem sejtettem, hogy te, hogy is fogalmaznak, ennyire oda vagy azért a kis nőcskéért, fogalmazott óvatosan. Ehhez neked már semmi közöd. Egyébként a nőcske neve Alexandra. Amúltkor már belekezdtem abba, hogy tisztázzuk végre a dolgokat, de mindig közbe jött valami. Gondolom, észrevetted, hogy már nem találkozunk, és mással vagyok elfoglalva. Meg kellene értened, Mona. Vége. Nincs tovább. Csak úgy, hip-hop, közeledett felé csávosan. Én azt hittem, ez csak egy futó kis mellékvágány az életedben. Én szeretlek téged, Steve, mondta a behizelgő hangon, ami macska dorombolásra hasonlított. Nem, te nem szeretsz, válaszolta erélyesebben Steve. Te nem engem szeretsz, csak amit nyújtani tudnék, a pénzt, a hírnevet, a csillogást. Közben a nő olyan közel húzódott Steve-hez, hogy túlskeble keble majdnem súrolta a férfi melkasát, aki a fogát csikorgatta dühében. Kérlek, Mona, ne tedd ezt. Kellemes volt, jól éreztük magunkat az ágyban, de ennél többről szó sem volt. Őszintén szólva, egészen mostanáig fogalmam se volt, hogy te többet vársz ennél. A hírnevet és a pénzt nálam sokkal befutott emberektől is megkaphatod, mondta még mindig fagyosan. Hát így áll a helyzet. Hiátszottad magad, most pedig eldobsz, mint egy megunt játékszert. Jól van, drágaságom, megmutatom neked, hogy külön férfit is megkapok nálad. Ne hidd, hogy csak te ezzel a világon. Vált, sértődötté és élesebbé a hangja. Ó, kösz, hogy végre leszállsz rólam. Rogers odáig lesz, hidd el. Ha ezt hamarabb tisztázzuk, most nem romboltad volna le mások álmait. Sajnálom, ha csalódást okoztam mondta gúnyosan tovább. De tudod, egy dologgal kapcsolatban mindenképpen felnyitottad a szemem. Mégpedig azzal, hogy milyen üresek és felszínesek voltak az utóbbi években a kapcsolataim. Köszönöm ezt neked, Mona. De Alex, ő, ő teljesen más. Csak hogy tudd, őt teljes szívemből szeretem. Azóta tudom, mi az igaz szerelem, mióta őt megismertem. Ó, oh, milyen mély érzelmű lettél hirtelen, mondta gúnyosan, és érezni lehetett, hogy elönti az eddig visszatartott dű. Igaz, hogy eddig több vasat is tartott a tűzben, éppen az ilyen esetekre felkészülve, de Steve volt nála az első számú befutó. S mert az lerombolta a vele kapcsolatos terveit, így neki is rombolnia kellett. Hirtelen megpillantotta a férfitől kapott drága parfümöt, felkapta, és írtózatos dűvel a falhoz vágta. Vett tudomásul, sikoltotta, ezen túl látni sem akarlak, köztünk mindennek vége. Hm, mm. szívemből szóltál, nézett rá Steve és ott hagyta a tomboló nőt. Linda jókedvűen szólogatta barátnőjét bekukucskába minden helységbe. Ó, oh, kapott a fejéhez, biztos futni ment, Na, ah, nem baj gondolta. Megvárom az örömhírrel, azzal letelepedett a tévé elé. Martinnak tegnap újság volt el, mikor hazért a nőgyógyászától. Hét hetes terhes. Férje majd kiugrott a bőréből. Felkapta és percekig forgatta, szorongatta és csókokkal halmozta el. Alexnek nem akart telefonálni, mert személyesen akarta látni a lendő keresztanyuka arcát, így szól a hírhez. Lehet, hogy butaság részéről, hogy ilyen korán világát pürtöli a baba jövetelét, de annyira boldog volt, hogy nem bírt várni. Míg szórakozottan kapcsolgatta a távirányítót, addig Alex úgy futott, mint aki az életéért küzd. Mint aki démonok űznek, üres tekintette, kifulladva nyitott ajtót. Mikor Linda elésietett, meg többen Alex elgyötört tekintetétől. Mi történt? kérdezte aggódva. Alex érezte, hogy két másodpercen belül elsírja magát, és csak annyit bírt kinyögni. Katasztrófa! Most jött csak ki igazán a keserűsei rajta, zokogva vetette magát Linda karjaiba. Karcsú testét hosszú percekig rázta a zokogás. Linda vigasztalóan átölelte barátnője vállát, és hagyta, hogy sérja ki magát, majd utána elmondja, mi okozott ekkora fájdalmat. Szívszaggató zokogása lassan szipogássá időt. időt. Linda zsebkendőt nyújtott, és lassan, mint a hömpölygő folyó, elkezdett áradni a szó Alexből. A legelején kezdte, a vendéglőbeli találkozást kiemelve, hogy már akkor befészkelte magát egy rossz érzés a fejébe, de elhesegette mondván, csak egy felszínes butaságról van szó. Ahhoz képest, ami ma reggel történt, az a jelenet csak ránátocska volt, de ami Steve házában zajlott, na, az, az bomba volt, igazi robbanás. Alex csak most mondta, és mondta, nem hagyva ki egyetlen telefonbeszélgetést és az együtt töltött órákat sem. Még ajándékokkal is behizelegte magát, Biztos ez is része volt a csábítási stratégiájának, mondta teljesen belelova magát, hogy a férfi minden gesztusa, mondata, csalás és ámítás volt. Linda hol elkerekedett szemmel, hol sajnálkozva hallgatta a barátnője beszámolóját. Ezeket, amiket Alli itt és most előadott, soha nem feltételezte volna Steve-ről. Úgy gondolta, Alexnek megfelelő társa lehetne, és ez egy sokat ígérő kapcsolat lesz ezzel a jóképű, kedves, intelligens férfival. A túlfűtött elbeszélés sejtette bele, hogy Alex most kissé túlreagálja a dolgot. Nem tudta elképzelni Steve-ről, hogy Allit csak egy éjszakás kalandnak tekinti. A kerti pikniken is észrevette, hogy vibrál köztük a levegő, és bár gyanította, hogy Alex szerelmes lett, viszont a férfiról is sugárzott az Alex iránt érzett szeretet és vágy. Nem, gondolta. Itt valami, vagy inkább valaki más lehet a ludas a dologban. Ha jól sejtette, a történtek alapján, akkor azt kellett gyanítania, hogy mindez a szörnyűség csak is a színésznő ármánykodásának a következménye lehet. Ítélkezni viszont látatlanban senki felett nem akart. Ha Steve őszintén érdeklődött Alex iránt, akkor úgyis meg fogja oldani a problémát, fűzte hozzá még gondolatban. Ott léte óta már másodjára csörgött a telefon, de Alex figyelemre sem méltatta. Sejtette, hogy csak is a férfi lehet, akivel most végképp nem akar tárgyalni, nem akarja meghallgatni szánalmas kis magyarázatait. Az üzenetrögzítőt is kikapcsolta. Annyira más volt, mint akit eddig ismertem, de az is lehet, hogy csak képzelődtem, fejezte be Alex. Nekem is kedvemre való volt a fickó, sőt, még most is az. Kedves, szellemes és minden mellett nagyon tehetséges, mondta Szeriden Linda. Már semmit nem számít, tudod, tücsök, erre vágytam a legkevésbé, és dilemmáztam is az elejétől fogva. Nem tagadom, vonzott, mint pillangó a fény, és nem bírtam neki ellenállni. Lábott könyve újra a szeme. Szeretem őt. Hallotta behalkan. Uh – -huh, tudtam, éreztem, kis butusom, simogatta meg a haját. És azt is tudom, hogy most tele vagy indulattal és haraggal, és egyáltalán nem könnyű elfelejteni mindazt a rosszat, ami történt, de túl kell jutnod rajta. És még bármi előfordulhat, fűzte hozzá, biztatóan, és reménykedve Linda. Ez már csak egy oldalú érzés marad. Részemről igen, Részéről nem. Ebben biztos vagyok. Nem azért szeretne esetleg kibékülni, mert annyira szeret, csak azért, hogy ne kerüljön ki sárosan a dologból. De miért éppen én? Miért éppen bele, és miért éppen most? Nézte kétségbe se tekintette Lindára. A telefon újra megszólalt, Alex nagy hívvel felúrott és mellétette. Oké, okay, szólalt meg erélyesen Linda, elég az ön sajnálatból, nem ismerek rád. Hová lett a híres fegyelmet, kislány? próbálta felrázni. Ó, oh, igen, igazad van, sóhajtott a lány. Ezt a luxust most nem engedhetem meg magamnak. Edzenem kell még hozzá keményen, nyakamon a verseny, mondta bizakodóban. Hát ez az, ez az én allim. Meglátod, pár nap múlva más fényben látod a dolgokat, és sokkal jobban fogod magad érezni. Ölelt át, majd elindult a hűtő felé. Ettél ma már? Én farkaséges vagyok. Nem, de ha csak rá gondolok, is rosszul vagyok. De neked összeüthetek valamit. Tojás, pirítós, lekvár? Nézett rá kérdően. Hm? Jöhet, ugyanebben a sorrendben. Ebben a pillanatban megszólalt a bejárati ajtó csengője. De ne enged, pattant fel Alex, nem vagyok kíváncsi rá, de legalább hadd nézem, meg, ki az, és már robogott is ajtót nyitni. Alex gyilkos tekintetét figyelembe se véve. Gondoltam, hogy csak itt lehet, csókolta meg feleségét Martin, Alex pedig megkönnyebbülten sóhajtott fel. Steve telefonált és megkért nézzek át. Ült le egy székre, és ránézett Alex kísért vörös szemére. Istenem, micsoda szégyen mondta a lány, és vadul lecsapta a serpenyőt. Biztos, hogy már az egész város rajtam nevet. Lelki személy előtt megjelent a fölényes mona, ahogy kihívó ruhájában duruzsol Steve-nek. Nézd, Alex! kezdte Martin. Steve csak annyit mondott, hogy történt egy kis incidens köztetek. Szeretne veled beszélni, de senki nem veszi fel a telefont. Ezért kért meg, hogy nézzelek meg, és tájékoztassam, hogy jól vagy-e. Nem, nem vagyok jól, és ezt meg is mondhatod. Soha többé nem akarom látni, mondta remegve. Közben Linda elé tolta a három tükörtojást, aki röviden elmondta férjének a történteket. Nézzétek, lányok, nem kell ezt a dolgot ennyire felfújni. Szerintem Alex félreértette a helyzetet. Hmm, ezt nem lehetett félreérteni. Értsd meg, Martin, én ezzel lezártam a Steve fejezetet az életembe, pedig még csak épp, hogy elkezdődött. Fűzte hozzá keserűen magában. Halli, adj egy kis időt magadnak és steve is. Én azt tanácsolom, hogy ne hamarkodd el, már ami a nemleges döntésedet illeti, legalább hallgasd meg, kérte Martin. Engem már nem tud meggyőzni, makacskodott Alex. Hát jó, te tudod, ennek ellenére nekem Steve a legjobb barátom, és én nem olyan embernek ismerem, aki cinkelt lapokkal játszik. Rá mindig, minden esetben számíthattam. Nem olyan rossz fiú, mint ami ennek most hiszed. Azt javaslom, ne hagyd, hogy a látszat befolyásoljon. Legyél türelmes, és ne vonj le elhamarkodott következtetéseket. Lehet, hogy később megbánnád. Martin, a férfi felemelte a kezét, és folytatta: Ezt csak azért akartam elmondani, mert én tisztességes, korrekt embernek ismertem meg Steve. Ez nem jelenti azt, hogy befolyásolni akarlak a te életed. Úgy tegyél, ahogy helyesnek látod. Köszi, Martin, mondta Alex szemlesütve. Ö, kész a pirítósod, Linda. Te jó ég, terelte el a témát, mert úgy érezte, nem bír már Steve-ről tovább beszélni. Hová fér beléd még ez is? kérdezte barátnőjét, aki Martint hallgatva bólogatott, s a három tojás után a második szeretlekváros pirítós tüntette el. Még nem is mondtad? kérdezte a szemöldökét felhúzva Martin, hiszen ezért jöttél át. Hát igen, de még nem jutottam szóhoz, morogta Linda. Hmm, igen, mondd, mondd már, hogy mi van, sürgette Alex. Szeretném, ha elvállalnád, hogy a születendő gyermekem keresztanyja legyél, mondta az ujját nyalogatva, de feszülten figyelve barátnője reakcióját hogy micsoda, ugrott fel Alex olyan lendülette, hogy a széke majdnem hátra esett. Kis babátok lesz, és ezt csak most mondod, és csak így? Hát persze, hogy elvállalom. Én leszek a világ legjobb és legboldogabb keresztmamája. Ölelte átszorosan Lindát, majd Martinnak is gratulált. Mostantól szerepet cserélünk nem te pátyolgatsz engem, hanem én téged, mondta, és alig akarta elhinni, hogy az a kislány, akivel együtt nőtt fel, együtt szövegették álmaikat, most itt ül előtte boldogan a beteljesült álmaival. Szívből örült Linda boldogságának és annak, hogy legalább neki fájdalommentes az élete. Csevegtek még egy darabig, majd nem sokára elköszöntek egymástól. Linda megígértette vele, vagy nem buslakodik, telefonál, és hamarosan találkoznak. A hétfői napra zord idő lett, ami még komorabbá tette Alex hangulatát. A steve történtek után még most is szégyennel eltelve ébredt, és még az is nagy erőfeszítésébe került, hogy kimenjen edzeni. Mostani sötét felhők éppen illettek rossz hangulatához, de ez a készülő vihar eltörpült amellett az érzelmi vihar mellett, amely a lelkében dúlt. Az ányban ülve bámult ki az ablakon, és a galambok behallatszó síró, turbékoló hangja csak még jobban elszomorította. Álmodozva csavargotott egy hajtincset a mutatója körül, behunyta szemét, és újra maga előtt látta a férfi vakító mosolyát, ragyogóan kék szemét. Filmszerűen peregtek le az együtt töltött képek emlékei, amikor Márkar meglepték, ahogy az óceánparton szenvedélyesen csókolóztak, a felejthetetlen délután, mikor hármasban mókáztak, kacagtak a vásárban, nem utolsó sorban az együtt töltött éjszakájuk. Szinte magán érezte a férfi forró leheletét és bársonyos érintését. Az első szenvedélyes éjszaka és valószínűleg az utolsó is tette hozzá gondolatban. Felpillantott, és érezte, hogy csorognak a könnyei. Hirtelen dacos lendülettel felkapta a fejét, letörölte könnyeit, és nagyot nyert. Lindának igaza van, össze kell szednem magam. Nem azért készültem hosszú évekig a maratonra, hogy most a célszalag előtt összetörjenek az álmaim. Megmutatom, hogy túllépek rajtad, Steve Lawson, ha addig élek is, mondta magának keményen. Csak egy baj van, még most is szeretem, és valószínűleg szeretni is fogom. De el kell temetnem őt a szívem legmélyére, legalábbis addig, míg a versenynek nincs vége. Aztán majd ráérek az önsajnálatra, és a sebeimet nyalogatni. Kemény kifejezéssel arcán felpattant, és elindult edzeni. A város másik végén Steve fel alá a lakásban. Nem bírt egy helyben ülni, ki bejárkált egyik szobából a másikba. A szél viharos erejűvé fokozódott, hallatszott az óceán nyugtalan morajlása. Még szerencse, hogy Márkot kent szülei továbbra is elkérték, aminek a gyerek nagyon örült, sőt, azt a négy napot is ott tölti, míg Steve Párizsban befejezi a forgatást de ebben még átszaladt, felpakolva mindenféle finomságokkal, amit Kent szülei hálásan fogadtak. Ne nem lesz semmi baj, a két fiú remekül érzi magát, egy percet sem unatkoznak. Emma pedig úgy döntött, ezzel alatt az idő alatt felforgatja a lakást és nagy takarítást végez. Steve most az egyszer örült már távol létének. Sehogyan sem esett volna innyére, hogy egy ilyen kényes szituációt elmagyarázzon a gyereknek, mi történt közte alex -el. Ha addig, amíg haza nem jön, és tisztázni tudnám alex a történteket, az nagy megkönnyebbülés lenne. Legalább lehetőséget adna, és meghallgatna, gondolta elkeseredetten. Másfelől tudta, hogy Martinnak igaza van, aki türelemre intette Hagyja, hagy csilapodjon le a lány, s talán jót tesz ez az utazás mindkettőjüknek. Így át tudják gondolni, mit is éreznek egymás iránt. Steve-nek már nem kellett ezen gondolkodnia, mert tudta, hogy őrültem beleszeretett Alexandra Aylorba. Tudta, hogy nem kellene. Mégis a telefonhoz lépett, és dobogó szívvel tárcsázott. Remélte, hogy mielőtt elutazik, talán tud még beszélni a lányjal. Mivel a tomboló szél félúton utolérte Alexet, úgy döntött, hogy nem kockáztat egy újabb megfázást, majd otthon kondizik. Hazaérve látta, hogy villog az üzenet rögzítő. Muszáj volt bekapcsolnia az apja miatt, vagy ha Lindáig keresnék. Jól gondolta. Robert érdeklődött, hogy van. Jelezte, hogy majd újra hívja, és alig várja, hogy találkozzanak Bostonban. A nappali melletti helységbe vonult, melyet kis kondiszobának rendezett be. Egy futógép és egy edzőpad volt benne. Kisebb súlyok emelgetésével kezdte. Felkészülésében elérkezett a nehezített gyakorlatok ideje, amit most nem is bánt. Legalább ezzel levezetheti a bosszúságát és a fájdalmát. És elterelheti a figyelmét is. Kezdett izzadni, de úgy döntött, csinál még egy sorozatot. Érezte, hogy égnek az izmai, de jól esett a fizikai munka. Milyen jó lenne, gondolta közbe, ha annak a vasárnapi reggelnek az emlékét is ki lehetne iszadni magunkból. Az ablakon keresztül hallotta, hogy szakad az eső. Világos kék pólója átizott, szinte már fájt a melle és a bicepsze. Befejezte a sorozatot, letette a súlyokat és fújt egyet miért volt ennyire kedves, ennyire figyelmes, és főleg miért ilyen átkozottú képű. Hiába volt az erősítés, gondolatai minduntalan visszatértek steve -hez. Elkezdte a nyújtó gyakorlatokat. Épp hátra lendült, erőteljesen feltolva a lábát, csípőjét megtámasztva a kezébe, mikor megcsörent a telefon. Mielőtt bekapcsolt volna az üzenetrögzítőt, teljes bizonyossággal tudta, hogy ki fogja keresni. Megtartotta a lábát a levegőben, és várt. A számára oly kedves hang egyszerre volt tétova, harcias és bocsánat kérő. Holnap reggel utazik Párizsba, s ha hallja, amit mond, hívja vissza, mert szeretne mindent tisztázni. Hiányzó édes. Ha mégsem tudnánk találkozni, Párizsból is próbálok majd hívni, és ha hazajöttem, Helyre tesszük a dolgokat, ígérem, Alex. Ezzel letette a telefont. Nem, Steve, még ha most ezt tisztáznánk is, mi lesz azután? Mindig feltűnik majd valami szexbomba, féltékeny kis színésznő, akinek nem tudsz ellenállni. Nem, én ebből nem kérek, gondolta keserűen. Zaklatottan állt fel és masírozott a fürdőszobába szóhanyozni. Később sem lett sokkal jobb a hangulata, és immár harmadik reggel ébredt arra, hogy háló inge csupa víz, a lepedő pedig gombócát gyűrődve fekszik a földön. Steve párizsi forgatása rossz hangulatától eltekintve nagyszerűen sikerült. Mona is kitett magáért, de az őt ért kudarc tüskésé és kiállhatatlanná tette. Mindenkivel összeveszett a sminkessel, az öltöztetővel, a fodrásztal, és még Rogers sem tudott ráhatni. Ennek ellenére elnézte a sztár rigójáit, hiszen a forgatás alatt átváltozott mana remekül helytát, és a felvételek kiválóan sikerültek. Az utolsó, ennyi, köszönöm mindenkinek, jelenet utáni felkiáltáskor egyesek megkönnyebbülten felsóhajtottak, míg mások örömújongásban törtek ki, és egymást átölelve pesgő közepette ünnepelték a sikeres befejezést. A határidőt sikerült betartani, ennek köszönhetően nem kellett tovább maradni, Kiki indult tovább. Voltak, akik egyenesen innen indultak nyaralni, Steve fekete smokingban, kocintott a szereplőkkel és a statisztákkal. A folytatás lehetősége már nem igazán érdekelte. Nagyon jól érezte magát ebben a feladatban, és hálás is volt érte, hiszen általában ismerté és népszerűvé, de most már szerette volna magát megmutatni nehezebb fajsúlyú feladatokban is. Rogers ennek ellenére azt javasolta, hogy még ne adjon végleges választ, illetve véglegesen nem választ, a díját adó után döntsön csak. Steve hálásan köszönte meg a lehetőséget, mire a producer azzal utasította vissza a szerénykedését, hogy Steve kitűnő színész és a karrierjében a határ csak a csillagos ég lehet. Nem csak az ő meglátása, hogy nagyon sok oldalú, igazi, átváltozó művész, ami képessé teszi akár vigyátéki, akár tragédiai karakter eljátszására. Ennyi dicséret hallatán Steve feldobódva búcsúzott azzal, hogy pár hét múlva a diátadon találkoznak. Monához is odalépett, és tőle is kedvesen búcsúzott. A nő jegesen és mereven bánt vele, sértődöttsége steve -vel szemben másoknak is feltűnt. Steve minden esetre örült, hogy túl van a vele való szakításon, bár ezért igen borsos árat fizetett. Rogers nagy vonalú dicséretétől és a sikeres befejezéstől feloldódva indult a szállodába, mindenkinek nagyon kellemes nyarat és kikapcsolódást kívánva. Szobájába érve lezuhanyozott, jegyet foglaltatott reggelre a hazafelé induló járatra, majd azonnal tárcsázta a kenték számát. Már boldogan számolt be, hogy minden rendben és nagyon jól érzi magát. Elújság volta, hogy rengeteget bicajoztak, amivel már különféle trükköket is tud, és már alig várja, hogy bemutassa a tudományát neki és Alexnek. Elbúcsúztak a holnapi viszontlátásig, majd feszülten tárcsázta Alex számát, ahogy tette azt minden nap. Megint az üzenetrögzítő újra türelmesen rámondta, mennyire hiányzik, és hogy nagyon szeretné viszont látni. Ez nehezebb lesz, mint gondoltam, rakta le a kagylót, és a lányról ábrándozva elterült az ágyon. Alex túledzette magát. Ilyen hülyeséget utoljára még középiskolás korában csinált, mikor iszonyatosan készült egy területi megmérettetésre. Most kénytelen volt ezt kibőjtölni, pihent, lazító gyakorlatokat végzett. Meglátogatta Lindát és beszámolt a férfi mindennapos hívásairól barátnője javasolta, hogy találkozzon vele, és legalább hallgassa meg, hogy mit akar. De Alex csökönyösen ragaszkodott ahhoz az időközben kialakult elképzeléséhez, hogy már mindegy is mi volt, úgy sem lenne jobb a helyzet a jövőben sem. Képzel csak el, ahány film, annyi gyönyörű színésznő, és én mindig attól rettegnék, nem folytat -e titkos viszonyt valamelyikkel. Nem, nekem teljesen mások az elképzeléseim. Én már nyugalomra vágyom, és egy megbízható, hűséges társra, aki számára csak én létezem, mondta bánatosan Alex. A következő héten is rendszeresen hívta a férfi, és Alex valahányszor meshalotta a hangját, úgy érezte, megszakad a szíve. Nagyon jól tudta, hogy soha nem fogja a helyét már más betölteni, de úgy gondolta, csak megunja egy idő után, és egy-kettőre elfelejti őt. Egyik délután épp a növényeit ültette át, és rendezgette új helyükre, mikor a telefoncsörgés után bekapcsolt az üzenetrögzítő. Szia, Alex! A férfi hangja zaklatottnak tűnt. Nem akarlak újra zavarni, rájöttem, hogy felesleges, ha már annyi esélyt sem adsz, hogy elmondhassam, mi is történt valójában de most más ügyben hívlak. Márkot tegnap baleset érte, és bevitték a Szent Kukács kórházba. Hál' Istennek nem komoly a sérülése, már jobban van, de még pár napig bent tartják megfigyelésre. Téged szeretne látni, ha tudsz, kérlek, tedd félre a sértődöttségedet, és menj be hozzá, köszönöm. És már kattant is a készülék. Alex egy pillanatig csak dermetten állt, aztán, mint akit varázspálcával megérintettek, észbe kapott, és már öltözött is. A kórház parkolója előtti kisboltban gyümölcslét és csokoládét vásárolt, majd félszegen és izgatottan sietett a portán megadott korterem felé. Halk kopogására azonnal kinyílt az ajtó, és Steve-vel találta magát szemközt. Félszeg mosoly jelent meg a férfi arcán, ami Alex számára újdonság volt. Látványától a lánynak minden akarata ellenére kellemes melegség járt át a testét. Mindketten úgy érezték, hogy most nekik van szükségük orvosi beavatkozásra, halapáló szívük majd kiugrott a helyéről. Alex kiáltott fel már a szemöldökét takaró kötéssel éps képzel a jobb kezén. Már, de örülök, hogy látlak. Hát, hogy vagy? Jobban vagy már? Nem sokára kutyabaja se lesz, mondta fejét felé biccentve a fiatal orvos, aki elismerően vetett egy gyors pillantást Alex felé. A doktor a fiú épkezének csuklóját fogta, majd szemébe villantott parányi lámpájával, hogy ellenőrizze a reflexét. Nem rossz, mondta, tekintetbe véve a fiatal úr bravúros biciklis kalandját, Sokat kell pihenned, s pár nap múlva, ha minden rendben, hazamehetsz. Később még benézek, bólintott oda Steve-nek, és elhagyta a szobát. Mi történt, kisfióka? Lépett közelebb Alex, letéve az zacskót, amit már meghozott. Hát, tudod, kentel és megtanultam ugratni. Versenyeztünk, és az egyik kőben, amit akadálynak használtunk, felbuktam. Mm, nem időzítettem megfelelően, tette hozzá pironkodva. Hát látom, be van gipszelve a karod, gondolom eltört. A kis fiú bólogatott. És a fejeddel azzal mi történt? Most vette csak észre, hogy nem csak a szeme felett, de a fején is rakta paszvérét. Az a helyzet, lépett oda Steve is, hogy a nagymenő bringás srác bukfencezett egy párat. Visszafogott hangjából egyszerre áradt a félelem, a bosszuság és a megkönnyebbülés. Á, szerencse, hogy ennyivel megúszta. És a másik gyerek nézett fel rá a lány. Neki még nagyobb szerencséje volt, megúszta pár horzsolással és kékfoltal. A gyerekek koponyája szerencsére jó vastag, morogta. Remélem, ez tanulságos lecke volt, és egy időre elvette a kedvüket a rallizástól. Ne haragudj, Steve! Nézett rá bűnbánóan a kisfiú. Nem kell százszor bocsánatot kérni. Csak arra kérlek, ne akart szegény, öreg, magányos, nézett közben jelentőség teljesen Alexra, nagybátyádat idő előtt a sírba vinni. Azt azért őszintén be kell vallanom, hogy valóban nagyon megijedtem. Nem akarlak még téged is elveszíteni. Az utolsó szavakat szinte már csak magának morogta. Mióta tudta, hogy nem komoly a baj, azóta csak zsörtölődött, így vezet vele belső feszültségét, de szeméből csak úgy sugárzott a féltés és a szeretet a fiú iránt. Alex meghatottan nézett a férfira. Annak ellenére, ami köztük történt, tiszteletet ébresztett benne a férfi gondoskodása és gondossága a gyermek iránt. Na, mesélj, kis csibész, Egyébként mi újság? könnyített Alex Mark helyzetén. Hát képzeld, Alex, még nem is mondtam. Tegnap látogatóink voltak. Tudod, amint te is ott voltál az évvégi előadáson, jelen volt két tehetségkutató, és most eljöttek, hogy velem és steve -el megbeszéljék, nem szerepelhetnék-e egy nem sokára készülő, fantasztikus mesefilmben. Azt mondták, hogy nagy talantumom talentumot, javította ki, mosolyogva Alex. Nagy talentumot látnak bennem. De Steve azt mondta, ezt még át kell gondolnunk, mert akkor magántanulóként kellene folytatnom az iskolát. Igaz, milyen klassz lenne, Alex? Hát ez óriási, lelkendezett a lány elámulva, és míg már beszélt, észrevette, hogy Steve közben a szemes arkából őt lesi. A lánynak minden porcikája bizsergett, nem gondolta, hogy még mindig ekkora hatással van rá a férfi. Hát, ez tényleg szenzációs ajánlat, mondta még, de gondolom, ezt azért alaposan át kell rágni. Mikorra várják a választ? Hát, szeptember közepétől kezdődne a forgatás, és már legkésőbb augusztusra szeretnék tudni, mert ha nemet mondunk, vált őszintén szomorúvá a hangja, akkor nekik más szereplőt kell keresniük. Alex nem akart tanácsot adni neki, de azt érezte, hogy ez most kemény fejtörést okozhat steve -nek. Egyrészt biztos hízzik a mája a büszkeségtől, hogy ilyen tehetséges a gyerek, felfigyeltek rá, és már is komoly munkával bíznák meg. És valóban ez egy ritka kiugrási lehetőség lehet élete további folytatására nézve. Másrészt nevelési szempontból nagy terhet róhat rá. Nevezetesen megértetni egy kamaszodó gyerekkel, hogy ettől még nem az övé a világ, és hogyan maradjon meg tisztességesnek, becsületesnek és gyereknek. Sajnos nagyon sok negatív példát látott már arra, hogy befutott gyerekszínészek hogyan hajlottak el a deviancia felé. Ezek a kis emberek nem tudták könnyen feldolgozni a hirtelen jött sikert, népszerűséget, és a mesébe illő összegeket, amiket filmjeikért kaptak. Nem érigyelte most a férfit, és csak abban lehetett reménykedni, ha mégis bevállalják, a kisfiú életkorát meghazudtoló eszessége és bölcsessége nem engedi, hogy rossz útra terelődjön, hanem megmarad annak a derűs, józan gondolkodású kisembernek, mint amilyen most. Steve, mint aki megérzi, hogy Alex mind vívódik, akárcsak ő maga is, felvetette a témát és komolyan beszélt a szakmai alázatról. A negatívumokat is megemlítette, de inkább a pozitív példákat hangsúlyozta, hogy a gyerek előtt ezek legyenek példaértékűek és ne az ellenkezője. Olyan színész óriásokat hozott fel, akikről soha nem olvasni a Bulvársajtók cím oldalán szaftos kis sztorikat, mert nem botrányhősök. Ezek az emberek hivatásuk óriásai Ebben brillíroznak, nem pedig abban, hogy hányszor nősültek, melyiküket ültették le ittas vezetésért, közbotrányokozásért, stb. Mindezt a kismark listáit tisztán értette, és sűrűn bólogatott. Nem értem, miért kellett ezt elmondani, ezt amúgy is tudom. Engem azok, akik elszálltak maguktól, nem érdekelnek. Én csak szeretek színészkedni, és ha vége egy jelenetnek, amiben játszom, utána már ugyanaz a Mark vagyok, és megyek azt csinálni, amit még ezen kívül szeretek. Például bicajozni, nézett kajánul steve -re. vagy egy kicsit futni, fordult a leghez csillogó tekintettel. Jól van, na értem, mit akartok mondani, de engem nem kell félteni. Én mindig ugyanaz a már Lifeson leszek, aki most, mondta, felvetett fejjel, és írtó felnőttesem. Tényleg nagyon klassz rác, vagy lépett hozzá Steve, de azért még alszunk erre egyet, oké? Okay? Rendben, megbeszéltük. Alex, ha kimegyek innen, nem süthetnénk egy olyan csokitortát, mint amit a múltkor hoztál? Az olyan finom volt. De Steve, mire hazértem, megette a felét. Leszeretném írni ennek is a receptjét. Ó, oh, hát ez csak természetes. Ha kikerülsz, megbeszélünk egy időpontot. Én is szeretnék veled beszélni, Alex. Márk, nem bánod, ha magadra hagyunk egy kicsit? Alex épp válaszolni akart, hogy erre semmi szükség, mikor nyílt az ajtó, és egy csapat hangos ember sereg lett be a kis korterembe. Drágám, annyira sajnáljuk, ami történt csörtetett be, legelől mona, méregzöld ruhájában, mely annyira szűk volt, hogy attól lehetett tartani, egy apróbb mozdulatra azonnal szétreped. Előbb steve fordult, és két hatalmas, cuppanós puszit nyomott az arcára, kajánul vigyorogva. Kézen fogta, majd Markhoz lépett. Azonnal jöttünk, ahogy megtudtuk, mi történt, nézd, mit hoztunk, tett elé egy hatalmas plüsmackót, Hmm, dünnyögött keserően Alex. Egy tizenkét éves fiúnak plüsmackó. Ez sem igen érte gyerekekhez. Ahogy körülvették az ágyat, Alex hátra szorult, és látta, hogy rengeteg édeséget, ajándékot pakolnak ki. A lány pár pillanatig elnézte az elegánsan öltözött látogatókat, s hogy magára maradt, úgy érezte, már semmi keresni valója nincs itt. Igaz, hogy vissza akarta utasítani a steve való beszélgetést, de titokban azt remélte, talán minden megoldódik, és boldogan élnek, míg meg nem halnak. Nevetséges, korholta magát. Most te magad is láthattad újra, milyen meghitt a viszony köztük. Puszival üdvözli, és olyan szempilla a néz rá, hogy azt félreérthetetlen. Csak átott magányosan, és senki más nem látott maga előtt, csak azt a nőt, aki elvette minden álmát. Ahogy nézte az affektáló, erősen sminkelt nőt, újra elszállt minden reménye, és érezte, hogy a szíve szép, lassan darabokra hullik. Szép csendesen osont ki a beteg szobából, senki nem vette észre. Ha látta volna Steve, hogy néz Monára, és ha hallotta volna, hogyan sziszegi a nő fülébe? Mi a fenéért jöttél ide? Talán újra felé lettek volna reményei. De sajnos ezt már nem hallhatta, és Steve csak a kötelező udvariassági köszönések, üdvözlések után vette észre a tumultusban, hogy Alex eltűnt. Természetesen Rogers is elkísérte Monát, és mint kiderült, a stábból a legközelebb barátok valóban azért jöttek, Kivételesen Mona is, minden hátsó szándék nélkül, hogy meglátogassák a fiút. Rogers telefonált, és Emmától tudta meg, Steve miért nincs otthon. Azonnal összeverpóbálta az itthon lévő barátokat, hogy meglepjék és kedveskedjenek kicsit nagyra becsült színész kollégájuk unoköccsének, akit egyébként ismertek és szerettek is minnyájan. Márk, ha csak tehette, és éppen nem kellett tanulnia, gyakran elkísérte steve a forgatásokra. Érdeklődéssel figyelte a forgatócsoport munkáját sok apró trükköt ellesve és elraktározva komputer agyába. Miután vége lett a kisebb fajta népünnepének, Steve megköszönte figyelmességüket, majd tekintélyt parancsolóan, udvariasan bár, de határozottan hazatessékelte őket, mondván, a kisfiúnak még pihennie kell. Ez csak természetes, már itt sem vagyunk, mondta Rogers. Mielőbbi gyógyulást, fiú, és vigyázz magadra! Steve nem győzte a hűtőbe pakolni a rengeteg süteményt és üdítőt. Alex is elment. Észre sem vettem, sajnálkozott már. Ha hazamegyek, felhívhatom, ugye, Steve? Nézett rá, mert érezte, hogy a két felnőtt közt valami feszültség van. Miért ne tehetnéd? Hallottad, mit mondott, nem? kérdezett vissza Steve kisé ingerülten. Igen, de mintha történt volna valami köztetek, mondta a kisfiú kisé félénken, olyan furcsán viselkedtek egymással. Semmi különös, csak mostanában nem tudtunk találkozni, mert most Alex nagyon elfoglalt, tudod, készül a maratonra. Na, kölyök, neked szükséged van még valamire? terelte el a szót. Jaj, de hogy látod, be se fér a hűtőbe ez a rengeteg minden. Nem vinné belőle Kentnek is? Na, látod, ez egy jó ötlet. Jó szívű vagy, jegyezte meg a férfi, majd összeszedelőzködött, és elbúcsúzott azzal, hogy holnap reggel ismét jön. Mikor beült a kocsiba, nagyot sóhajtva indított. Hogy lehetett ennyire rossz az időzítés, gondolta, Miért jött egyáltalán Mona bájorogni a kórházba? Hát ez nem lehet igaz. Alex ezek után már biztos, hogy nem fog szóba állni vele, és vajon mit gondolhat? Azt, hogy megint csak átvertem, hiszen visszagondolva a szituáció teljesen úgy festett. És Steve tudta, hogy bár önhibáján kívül, de mégiscsak újra elszúrta a dolgot. Alexet mélyen lesújtotta, hogy újból ezzel a nővel kellett látnia a férfit, akit oly nagyon szeretett. Ha arra gondolt, mennyire aggódott és milyen féltőn bánt Márkal, a szeretet hulláma járta átiránta. De amint Mona képe megjelent, ki tudta volna kaparni a szemét a férfinak, és izzó gyűlöletet érzett. Hogy lehet valakit ennyire szeretni, ugyanakkor ennyire gyűlölni is? Nem értette, mit akart a férfi minden áron beszélni vele. Mit akart kimagyarázni? Talán bántja, hogy a róla alkotott image most megdől és kiderül, hogy nem is olyan lovaggias a nőkkel, mint ahogy ezt sokan gondolták. Talán Martin is félre ismerte, mert olyan diszkrécióval kezelte a nőügyeit, hogy arról még a legjobb barátja sem tudott. De olyan nők mellett, mint Mona, Természetesen szó sem lehetett diszkrécióról, hiszen az ilyen fajta a hírverést, a szenzációt szerette. Ez a típus úgy megy át mindenen, akár az úthenger, és akkora szájjal, hogy azt bárki meghallhatja. De minek is elmélkedem én ezen, szitta önmagát? Felesleges. Számomra most végleg lehúlt a lepe. Engem Steve Lapson többé már nem érdekel csak tudnám valahogy kitörölni a fejemből ezt az átkozott, vakítóan kék szemű férfit, és szemét könnyek borították el, mint az utóbbi időben oly sokszor. A pokolba veled, Steve, ha még egyszer felmerészelsz hívni, és arra számítasz, hogy még mindig levehetsz a lábamról a hizelgéseddel, a bókéiddal és a csábos hangoddal, hát súlyosat tévedsz. Nagy erővel törölte meg a szemét, és fújta ki orrát. Már nem te vagy életem színpadán a főszereplő. Mostantól úgy akarok rád gondolni, mint bármelyik más régi ismerősömre. Én ostoba liba, szitta magát tovább gondolatban. Legbelül még képes voltam reményeket dédelgetni, hogy talán tévedés volt az egész, és mindent helyre lehet hozni. Micsoda gyermetek illúzió paringattam magam, a híres nagymenő Golden Globe várományosnak miért is épp a tucatból egy kis tanárnőcske kellene? De ha kérdésre nem tudott válaszolni, mert egy rövid kopogás után Linda viharzott be hozzá. Mi történt már megint? Ölelte át Alexet és huppant bele a karosszékbe. Úgy nézze ki, mint aki ördögöt látott. Mert láttam is a fene essen Martin híres barátjába, aki merészet hetekig hívogatni. De hát miért az égszerelmére? Mi történt már megint? sürgette Linda. Hát tudod, Márknak eltört a karja, kórházba került, és ezzel az ürügyjel csalt be meglátogatni. Biztos azt gondolta, ott jó alkalom lesz kimagyarázni a magát, de sajnos nem jól időzített, mondta ironikusan. Ugyanis, hogy-hogy nem, újra felbukkant a híres, hírhet Mona és hatalmas csókkal üdvözölték egymást. Bár érezte, hogy ez így nem teljesen igaz, és csak a nő ragadt rá steve de ennek biztos meg volt az oka. Attól azért biztos jól neveltebb, hogy előtte rohannja le a szeretőjét, hűzte hozzá gondolatban. Nem lehet, hogy valamit félreértettél? kérdezte Linda. Ugyan már ne kezdjük előről ezt. Nem, és közlöm veled, hogy legem volt belőle, és várj, intette le, mert Linda közbe akart vágni. És igen, a kívánságot teljesül, és beszélni fogok vele, ha van képe ezek után, ismét felhívni. De azt is közlöm, hogy utoljára, és megkérem, hogy egyszer és mindenkorra hagyjon békén, és kíméljen meg a kétszínű, hazug magyarázkodásaitól. Betelt a pohár. Legkevésbé egy ilyen férfire vágyom. Aki ki tudja, hány nőnek csapta a szelet, és hánynak tört össze a szívét. Ne légy olyan szigorú. Nem lehet, hogy valóban csak a kisfiút látogatni mentek be? Á, persze, dehogy nem. De nem is ez a lényeg. Hanem, hogy én épp ott voltam, és tanulja voltam a meghit kis jelenetnek köztük. Steve bal szerencséjére. Még egyszer hangsúlyozom, látszott, hogy még mindig van köztük valami. Ugyan alllig gondolj csak arra, én hogyan szoktam üdvözölni Martin barátait. Igen, csak félre lehetne értelmezni a nagy összeborulásokat. Tudod, más, ha érzelemmentesen szemléljük a dolgot, és bizonyos szituációk megint más jelentőséget kapnak, ha szerelmes szemmel nézzük, magyarázta Alexnek gyengéden. Megkérdlek, meg ne mondta csüggetten Alex. Eszemben sem volt. Á, mindegy is. Megismertem, és beleszerettem. De ezt már úgy is tudod, nincs mit tagadni rajta. De nagyon szeretnék kiszeretni belőle, és ennek érdekében mindent meg is fogok tenni. Ez az egész tívvel, míg Mona meg nem jelent, életem legszebb szakasza volt. Egy csodálatos álom, és szerettem volna, ha nem így ér véget. De már nincs mit tenni. A sebeimet most nem érek rá nyalogatni, hiszen te is tudod, hogy egy bő hónap és itt a verseny. Szeretnék jól szerepelni és jó eredményt elérni, hiszen te tudod a legjobban, milyen fontos ez nekem. Azt szeretném, ha úgy sikerülne, amire mindig örömmel és büszkén emlékezhetek. Tehát Steve-et mostantól el kell felejtenem, Belevetem magam a munkába, és ha megcsináltam, onnantól új stratégiát állítok fel. Én fogom kiválasztani a férfit, akivel élni szeretnék, és nem ő választ ki engem. Uh – -huh. Ha már választasz, akkor olyan valakit, aki nekem is tetszik – humorizált Linda, hogy oldja a feszültséget. – Ne aggódj, barátném, megtanultam a leckét. Ez az eset olyan volt, mint a legtöbb ember ruhatára. Van száz ringyrony, de amikor tisztességesen fel akarsz öltözni, talán ha egy akad. Hát így van ez a férfiakkal is. Hűtlen szoknyavadászból van száz, de az igaziból csak egyetlen egy. És ha azt megtalálom, az mindenképpen hűséges lesz, szerény és tisztességes minden kívánságomat lesi, a tenyerén hord, és csak én töltöm ki a gondolatait, a vágyait. Húha, ez szép monológ volt. Mellesleg pedig, igen szerény vágyak ezek. Nem is kívánsz túl sokat, nevetett Linda. Hát igen, neked jó, mert megtaláltad Martint, és benne az igazit. Ezen kívül, ha nem vetted volna észre, amiket itt felsoroltam, igencsak illenek rá, Hát, ez valóban igaz, nézett csillogó szemmel Alexre. De drágám, hidd el, előbb-utóbb hozzád is báli támait, hercege. Ilyen szép, okos és tehetséges nő, mint te vagy, nem maradt parlagon. De lássuk be, késő azért válogatós vagy. Nézzünk szembe a tényekkel. Hány, de hány férfi ostromolt már? Nézett barátnőjére kérdőn. Hát jó, ez igaz, ismerte be Alex vonakodva, de senkiben nem volt meg az, amit én kerestem. Kivébe hmm. kivéve fűzte hozzá gondolatban. De hát tudod, hogy szokott ez lenni a legtöbb esetben. Aki nekem kell, annak én nem kellek. Ne beszélj már butaságokat. steve kapcsolatban is lehet, hogy ostoba félreértés az egész, és elbeszéltek egymás mellett. Lehet, hogy elköveted életed legnagyobban lépését, nevezetesen, hogy hagy időt elmenni. Annyira összeillő pár vagytok, mindketten nagyon dekoratívak, és a saját szakmátokban tehetségesek. Nagyon boldogok lehetnétek együtt, az én meglátásom szerint, biztatta Linda. Hát igen, ha ez így lenne, én lennék a legboldogabb, de sajnos le kell szállnunk a földre, és szembe kell néznünk a rideg tényekkel. Láttam, amit láttam, és ezen még te sem tudsz változtatni. Tudod, mit szerintem most lazíts, nyugodj meg, később higgadtabban még beszélünk róla. Egyébként azért jöttem, mert ultrahangvizsgálatra készülök. Nem kísérnél el? el, leendő keresztanyuka? Dehogy nem szívesen, Látod, milyen figyelmetlen lettem, mióta beléptél csak az én gondjaimra beszélünk, s tőled még azt se kérdeztem meg, hogy hogy vagy. Hagyjad már, minden oké, okay, és jót fog tenni egy kis kikapcsolódás, gondolta, és elindultak a kórház felé. Steve este otthon üldögélt, könyvvel a kezében. Azon vette észre magát, hogy majd egy óra elteltével még egyet sem lapozott. Ez így nem mehet tovább, gondolta. Megőrülök ezért a nőjet, megbabonázott, és kell nekem. Ahogy rám nézett azzal a sötét szemével, mikor belépett Márkhoz, legszívesebben a karjaiba kapta, és lecsókolta volna róla azt a szomorúságot, amit látott rajta. Szegény kicsi Alexem, mennyire vágyódom utánad, mennyire szeretném átélni újra azt a csodát, ami köztünk történt. Összecsapta a könyvet, majd felpattant az ágyról, és a telefonhoz lépett. Hosszú percekig vívódott, majd tárcsázott. Alex, aki épp zöldségturmixot készített, összerezzent, mikor megszólalt a telefon. Tudta, hogy ez az a hívás, amire várt. Oda a készülékhez, füléhez kapta a kagylót, és a kelleténél kisé, hangosabban szólt bele. Tessék, néhány másodpercnyi meglepett csend után a férfi kellemes baritonját hallotta. Ne haragudj csak, meglepődtem. Azt hittem, megint egy oldalú beszélgetésben lesz részem a rögzítőddel. Nagyon örülök, hogy felvetted. Igen, felvettem, mert el akarom mondani, hogy nem szeretném, ha továbbra is hívogatnál. Felesleges, mondta hidegen, de közben a szíve majd kiugrott a torkából. Szinte hallotta, hogy dübörög, és félő volt, hogy a férfi is meghallja a vonalon keresztül. Nézd, Steve, nem hiszem, hogy lenne értelme magyarázkodnod. Ami történt nálad, az magáért beszélt, és hogy őszinte legyek, a kórházban sem láttam mást, mint amiről már korábban is meggyőződtem. Kérlek, váljunk el úgy, hogy ne okozzunk még több fájdalmat egymásnak, mondta a nő letörten. Alex, légy szíves, hallgass meg! Ez egy iszonyú nagy félreértés. Nem, Steve, mondtam, nem vagyok kíváncsi rá, tartott ki Alex. Ali, édesem, kérlek, találkozzunk, szeretnék mindent megmagyarázni, kérlete szétségbe esett a férfi. Nincs számodra időm, válaszolta ismét hűbösen. Az elutasítást már nem lehetett félreérteni, és Steve úgy érezte, a vonalon keresztül jeges szél áramlik a szívéhez. A beszélgetésben rövid szünet állt be, és a férfi már nem tudta, mit is mondhatna. Alex pedig kétségbe vágyott rá, hogy Steve kimondja a bűvös szót, szereti, és csak ő létezik számára. De a férfi nem mondta. Ő úgy érezte, ez nem telefontéma, személyesen kell találkoznia a lányjal, és elmondania részletesen, elejétől a végéig, hogy mi is történt valójában. Számára már réges-rég nem létezett más nő, csak is Alex. Sajnálom, ha így gondolod, én minden esetre megtanultam türelmesnek lenni, és várok rád. Ha meggondolnád magad, hív, és én azonnal megyek, hogy minden félreértést tisztázzunk. Viszlát, édesem! Mikor ezt Steve kimondta, még nem rakta le a kagylót, remélve, hát ha a lány közbevág, igen, találkozzunk és beszéljük meg minden, de <hört> nem tette. Mindketten fogták a kagylót és várták a kattanást, amely jelzi, hogy valamelyikük letette. Alexet közben valami furcsa, torokszorító érzés fogta el, mint mikor először volt szerelmes tizenévesen, és a fiú féléken megcsókolta. Még vagy tíz másodpercig zümmögött a csend, végül Alex meghallotta a kattanást. A lány nagyon lassan, mintha lassított filmen keresztül nézné magát, helyezte vissza óvatosan a kagylót. Két kezét keresztbe fonta melle előtt, és meretten nézte a készüléket, mi alatt szíve a halántékában lüktetett. Akkor hát megcsináltam, mondta felhangon. Vége. Beszaladt a hálószobába, rábetette magát az ágyra, és ki tudja, hanyát szorra az utóbbi hetekben. visszatartóztatatlanul feltört belőle az okogás. A, a következő napok egyhangúan és bús komorságban teltek. Futásai monotonná váltak, nem lelte benne régi örömét. Kinn a parton talált egy magányos, kissé kiálló, nem túl magas sziklacsoportot, ahová futás után felkapaszkodott. Újabban itt várta be a naplementét, bámult a messzeségbe, és akarata ellenére folyton maga előtt látta Steve tökéletesen felépített testét, ahogyan úszik az óceánban. Ahogy a hullámok belevesznek az óceánba, úgy veszed bele ő is újra és újra önkínzó gondolataiba. Lepergett előtte, az itt eltöltött játékos szenvedélyes együttlét, és már-már úgy tűnt könnyei kiapadhatatlanok. Egyik ilyen este letörölte könnyeit, és megrázta magát. Ez így nem mehet tovább. Csak fogadkozom, hogy holnaptól nem művelem ezt az önkínzást, ennek ellenére állandóan beleesek a saját csapdámba. Ezt be kell fejeznem, különben kárba vész minden eddigi munkám. Milyen jó volna, ha most a név lenne sóhajtott, sokkal könnyebb lenne. A diákok, az órák, a munka elterelnék a figyelmemet. Most viszont nincs tanév, tehát ezt is el kell felejtenem. Na, gyerünk kislány, biztatta magát munkára, a következő napokban pedig megkísérelte ismét a régi kerékvágásba terelni életét. Reggelenként felkelt, lezuhanyozott, felöltözött, edzett beszélt apjával, találkozott Lindával, arcára mosolyt erőltetve csevegett az ismerősökkel. Mindez azonban csak a felszín volt. Minden mosoly, minden nevetés rettenetes erőfeszítésébe került, legtöbb esetben csak bólogatott, de a tudatáig nem jutott el, miről is beszélnek neki. Neki beszéltek, de nem vele. Kizárólag az akaratereje tartotta benne a lelket, de legbelül teljesen üresnek érezte magát. Már ez idő alatt már kétszer látogatta meg. Egyik alkalommal elkísérte futni, másodjára pedig a beígért tortát sütötték meg. Neki is feltűnt, hogy Alex, akárcsak nagybátyja, szomorú és szórakozott. Steve csak annyit mondott el neki, hogy valamiben nem értettek egyet, és úgy döntöttek, mindketten gondolkodnak a dolgon egy darabig, és majd meglátják, mire jutnak. Volt annyira okos a fiú, hogy nem szólt bele, örült, hogy neki azért, ugyanolyan szoros maradhatott a kapcsolata Alexel. Ahogy teltek a napok, annál inkább ürt, töltött be a lány szívében a férfi hiánya. Az, hogy állandóan rágondolt, már olyan természetessé vált számára, mint a reggeli futás. Időnként azzal vigasztalta magát, hogy majd csak elmúlik egyszer. A sokat szenvedett emberek közhelye szerint az idő minden sebet begyógyít. Már csak ebben bízhatott. Steve másnaposan borostás arccal kelt. Az utóbbi időben igen gyakran megesett vele, hogy a pohár fenekére nézett. Hamar rájött, hogy bár időlegesen raktapaszként beválik, de hosszú távon ez nem működik. Nem gondolta, hogy így kikészíti a nő hiánya. Minden egyes nap kínszenvedés volt nélküle, mert nem tudta, hol van, mit csinál. Itt az ideje, hogy összeszed magad, korholta önmagát, hiszen milyen nap is van ma? Nézett az éjjeli szekrényén lévő dátumos órára, szerda. Te jó ég, dörzsölte meg a halántéket. Csütörtökön már utaznia kell Los Angelesbe a Golden Globe díj átadó ceremóniára, amit péntek este 8 órakor minden neves csatorna élőben fog sugározni. Le kell állnom, szitta újra önmagát, és a fürdőszobába, bebotorkált, akár egy rossz kocsma töltelék, merett a tükörképére. Martin, aki a minap beugrott hozzá, megdöbbenve konstatálta barátja küllemét lefogyott, lötyögött rajta a farmer, arca nyúzott, beesett volt, szeme karikás. Hát, öregem, ha valaki most meglátna, nem igen hinné el, hogy egy arany várományossal van dolga, mondta fejcsóvába. Igazad van, barátom, szólt a tükörképéhez, ezt még én sem hinném el, ha szembe találkoznék magammal. Beállt a zuhany alá, megeresztette a hidegvizet, azon nyomban eszébe jutott az Alexel töltött közös élményük. Maga előtt látta tökéletesen karcsú, izmos testét, hosszú fekete haját, boldog, nevető arcát. A lány egyetlen csókja jobban felkavarta, mint a legdögösebb, legszexibb nővel való álma. A fenébe is dörmögte és elzárta a csapot. A magára tekert törölközővel bevonult a hálószobába, és még félig nedvesen visszahuppant az ágyra. Ki gondolta volna, hogy így fog szenvedni? És miért nem bír Alex után más nőre nézni? Pedig tudta, ha kedvet tartaná, akár minden éjjel mással bújhatna az ágyba. Sármos volt, lehengernőd modorú és ismert, ragadtak rá a szebbnél szebb nők. Alig halkott olyan, aki nemet mondott volna neki, kedvére válogathatott volna a különféle alakú és korú nők között, akik szívesen a kedvébe jártak volna. Már csak azért is, hogy utána elhenceghessenek vele, ők más szeretkeztek a híres sorozat színésztel. Régebben, míg Márk hozzá nem került, ki is használt minden kínálkozó alkalmat. Utána viszont elég gyakran fordult elő, hogy egyesek túl sokat vártak az egyészakás kalantól, és csak nehezen lehetett lerázni őket. Mára ezek a könnyű kis kalandok elvesztették varázsukat, sokkal józanabb és megfontoltabb lett. Ezek a futó viszonyok csak átmeneti kielégülést nyújtotta számára. Ő azonban szerette a kihívásokat, a küzdelmet, de az utóbbi időben már nem kellett megharcolnia semmiért, az ölébe hullott minden. Alex azonban teljesen más volt, és tőle mást is várt. Többet, sokkal többet akart tőle, mint eddig bárki mástól. Jövőbeli terveiben, álmaiban már ő is főszerepet kapott. Már a forgatások ideje alatt is érezte, hogy ez több lesz pusztán testi kapcsolatnál, hiszen állandóan a lányra gondolt, és még legendás koncentráló képessége is csökkent. Többször is leálltak a jelenetek miatta az ördög vigye ezt a boszorkányt, és az ördög vigye az ostobaságomat is morogta, ahogy a fájdalom és a tehetetlen dő elborította. Heltek óta gyötrődve vágyott utána, és megőrítette, hogy egy lehetetlen félreértés, és Alex makacs elzárkózása miatt kell szenvednie. Minden porcikájával a lány után sóvárgott, és elhatározta, hogy a diát adó után felkeresi, és ha erőszakot kell alkalmaznia, akkor is meg fogja hallgatni a lány. Ha törik, ha szakad, muszáj lesz végig hallgatnia. Ha kell, lekötözi, beragasztja a száját, de azt nem teheti, hogy ez a buta félreértés megakadályozza a boldogságukat. Eddig tartott a türelme. Tudta, hogy időt kell adnia neki, míg megérti, nincs köze, nem lehet köze más nőhöz, csak is érted a szíve. Úgy érezte, így is több, mint sokáig várt, s minden egyes napot elvesztegetett időnek érzett, hiszen tudta, már képtelen nélkül élni. Lehúnyta a szemét, azt emelve, hogy így talán sikerül kitörölnie emlékezetéből Alex csalódott, szomorú arcát, de csak még élesebben látta maga előtt. Nem értette, mi az, amit ennyire megszeretett benne, és hogyan jutottak el addig, hogy ekkora hatalma lett felette. Minden gondolatát ő uralta. Nagy nehezen felöltözött, odament ment a minibárpulthoz, és önteni a fartaliszt kívül. Értelem meggondolta magát, és az üveget visszatette a helyére. Túlságosan feldúlták az elmúlt hetek megpróbáltatásait, de nem akart újra az alkohol jótékony, ám de csalóka mámorába menekülni. Ezen ne befejeztem, morogta dühösen, s úgy döntött, inkább kiszelőzteti a fejét. Csavarog egyet az esti, langyos, szellőjárta utcákon, és közben megpróbálja józanul feldolgozni magában az elmúlt hetek eseményeit, és lélekben felkészül a diátadóra akkor is boldog leszek, ha nem én nyerek, hiszen már az is győzelem, hogy egyáltalán a nevezettet közt vagyok. Gondolta, és elindult abban a reményben, hogy a lelke legalább pár órára megnyugvást talál. Miután dr. Leng megvizsgálta Alexet, megkönnyebbült sóhaj hagyta el a rendelőt. A doktor megnyugtatta, minden a legnagyobb rendben van, nyugodtan a rajthoz állhat. Minden jót és sok sikert kívánva engedte el a lány. Otthon már összekészítette a legszükségesebb felszerelését, és két kis utazótáskába pedánsan mindent összecsomagolt. A repülőjegye már le volt foglalva, holnap délután fog megérkezni apjához Bostonba. Igaz, hogy ma még csak szerda volt, a verseny pedig vasárnapra volt kiírva, de úgy érezte, itthon már megfullad az üres lakásban. Nem bírta már az állandó színlelés sem, hogy örökösen mosolyba ránduljon a szája, bárkivel találkozik, csak hogy leplezze bánatát. Tudta, hogy apja előtt nem kell megjátszania magát, végre felszabadulhat a görcsös pózok alól és lazíthat. Egyébként is szüksége volt már a kikapcsolódásra, és úgy gondolta, ez talán egy másik helyen, ahol apján kívül alig ismer valakit, könnyebben fog menni, és mind előtt is megjátszotta magát, bár őt nem lehetett becsapni, tudta, hogy a barátnője még mindig szenved. Ettől sokkal jobb alakítást is láttam már tőled. Amit az utóbbi időben művelsz, az engem, Steve, már nem érdekel. Elterelő hadműveletként, az állandó művigyoroddal, hogy milyen boldog vagyok nélküle. Hát, drágám, lehet, hogy mást megtéveszthetsz veled, de én tudom, hogy ez a legszánalmasabb. Ripacskodás, amit valaha láttam. Alex nem haragudott meg barátnőjéken, dőzetlen kritikája hallatán, hanem valójában szívből felkacagott. De most a verseny előtti utolsó napokban el akarta végre felejteni a férfit, és csak a versenyre akart koncentrálni. Tudta, hogy a siker az agyban dől el. Mindent meg akar tenni azért, hogy a rossz emlékeket tudatosan errekeszze agyának legmélyebb zugába, a felszínen pedig csak is a jó és a szép emlékek maradjanak. Nem lesz könnyű, de mindent megteszek, hogy sikerüljön. Fogadta meg, elszántan. Másnap, mikor leszállt a bosztani repülőtéren, valóban felszabadultabbnak és vidábantak érezte magát, mint az utóbbi hetekben bármikor. Apja majd ledöntötte a lábáról, akkor a ölelte át a lányt. Kislányom, csak hogy itt vagy, ölelte át újra, majd tetőtől talpig szemügyre vette. Örömmel konstatálta, hogy nem fogyott, azt viszont szemöldökét összehúzva aggódva állapította meg, hogy az arca beesett és sápadt, Szép szeméből szomorúság sugázni, és sötét vonalak árnyékolják. Tudta, hogy mi történt, hiszen telefonon többször is beszéltek. Lánya először nem volt hajlandó megnyílni, de egyik alkalommal elpattant a húr, és zokogva mesélte, mi történt köztük Steve-vel. Jó apa módjára próbálta vigasztalni, lelki támaszt nyújtani neki. Oda akart repülni, de ezt Alex határozottan visszautasította. Lánya tudta nélkül, Lindájékkal is beszélt, de ők egy kicsit másképp látták a dolgot. Szerintük Alexet a makadsága juttatta ide, mert esélyt sem adott steve hogy megmagyarázza a történteket. Robert is kételkedett a férfi bűnösségében. Nem tudta miért, de az első pillanattól kezdve szimpatikus volt neki, és ösztönösen megbízott benne. Olyannak látta, aki nem tenne ilyen ajas dolgot egy nővel. Szent szándéka pedig főleg nem. Végül Lindáékkal abban állapodtak meg, nem szólnak bele, majd ők eldöntik, szeretik-e egymást annyira, hogy újra megpróbálják, esélyt adva ezzel a boldogságukra. Remélem kiéheztetted magad, tette be a csomagokat az öreg a terepjáróba, mert háromfogásos ünnepi lakomát készítettem a fogadásodra. – Ó, haj, papa, ne! – tiltakozott Alex. – Pedig igen, kis nányom, tudom, amit tudok, hiszen te magad mondtad, hogy ilyenkor különösen feltöltik magukat a versenyzők szénhidráttal, hogy legyen energiájuk. Úgyhogy bátorkodtam bevetni a tudományomat is. – Incselkedett vele Robert. – Ez igaz, helyeselt Alex. De nem olyan formában, ahogy te gondolod, apukám, nevetett rá, és elindultak Robert háza felé. Az ő lakása is nagyon otthonos volt, és kellően tágas. Hatalmas nappalián kívül volt még két vendégszobája, melyből egyik tulajdonképpen az Alexé volt, és bármikor a rendelkezésére állt. Ezen kívül ott volt még a hosszú könyvtárszoba, ahol a legtöbb idejét töltötte. Nagyon hívogató volt a régi, intazdiás íróasztallal és a két nagy, kényelmes, finom vastag szörmével borított fotellel. Igazi kis menedékhely, gondolta Alex, ahogy vacsor után jól belépett a helységbe. Ez nem jelentette azt, hogy ész nélkül teletömte magát. A megszokott mennyiségét fogyasztotta, csak az arányokat változtatta meg. Több futótársától tudta, hogy a verseny előtti utolsó héten több szénhidrátot és kevesebb fehérjét visznek be, hogy növeljék az izmok teljesítményét. Apja tehát most örülhetett, mert ez volt az a szakasz, amikor jöhetett a kenyér, a főtt tészta, az édes gyümölcsök és a sütemények. Elégedetten ült le az egyik fotelba. Itt valóban fel lehet töltődni, és ki lehet kapcsolódni nézett lassan körbe. Apjával megbeszélték, hogy holnap autóval végig mennek a versenypálya útvonalán. Tudatosítani akarta magában, hogy hol vannak azok a pontok, ahol nehezebbé, illetve könnyebbé válik a pálya, és azt is tudni akarta, hol lesz a célvonal. Tudta, hogy az utolsó szakaszt megtétele a legnehezebb mindig, ezért ismerni akarta az előtte lévő kilométereket is. Este tévézés helyett Robert feltett egy Beethoven cd Alex egyik kedvencét, és közben a lányból felszakadt az utóbbi hetek bánata. Most személyesen kitálalt mindent, és megkönnyebbülve fejezte be mondani valóját. Hidd el, papa, fölösleges lett volna végig hallgatnom őt. Mindkettőnket megóvtam ezzel egy újabb fájdalomtól. Őt attól, hogy megint hazugságokba bonyolódjon, magamat pedig egy újabb csalódástól. Robert ennek ellenére látta, hogy lánya feszült, és egyáltalán nincs túl az elvesztés fájdalmán. Sőt, még a vak is láthatta, ahogy emészti magát a be nem teljesedett szerelem miatt. Robert úgy érezte, ennie kell valamit, mert még a végén emiatt fog lánya gondosan felépített felkészülése kárba veszni. Tudta, hogy évek munkája fekszik benne, és milyen lelkesedve, és fegyelmezetten készült erre a versenyre. Nem akarta, hogy mindezt a legrosszabb időpontban bekövetkezett lelki trauma tönkre tegye. Sürgette a késztetés, hogy valamit tegyen. Fejében körvonalozódni kezdett egy ötlet, de úgy gondolta, ha rá még egyet, és nem kapkodja el, van még hozzá egy-két napja. Másnapra Alex higgattabb lett, megnyugodott kisé az apjával való beszélgetés után, s most már csak a verseny miatt izgult. Mialatt szép lassan körbeoltozták a helyszínt, próbálta megjegyezni az egyes szakaszok nehézségeit, hogy mindezek ne érjék váratlanul. Tudta, hogy jól edzett, és ha fejben is minden rendben, akkor sikerülni fog. Hallott egy-két nagy nevet felröppenni, akik szintén itt lesznek és indulnak, de mindez cseppet sem befolyásolta a lelkesedését. Apjával már az időjárás jelentést is figyelték, hogy a legapróbb kellemetlenségre is fel tudjon készülni. Egyenlőre aznapra derős nyári időt prognosztizáltak 27-29 fokkal, ami nem volt rossz, se eső, se túl nagy kánikula, ettől ideálisabbat elképzelni sem lehetett. A melegre már felkészült tudta, hogy takarékosan kell bánnia erőtartalékaival, mert lesznek egyes szakaszok, melyekben fáradtsági hullámvölgyek jelentkeznek majd. Csak ezeken kell túljutnia, és érezte, nagyobb baj nem lehet. Erre a napra várt már évek óta slám, hip-hop, már el is érkezett. Nem arra törekedett, hogy legyőzze a legjobbakat, hanem hogy legyőzze önmagát. Be akarta bizonyítani, képes egy ilyen nemes küzdelemre, és igenis megvan benne mindaz a tehetség és elszántság, amit róla többen feltételeztek. Tudta, hogy remek kondícióban van, de ha nem figyel oda arra, amit csinál, nem fog jól szerepelni fizikai és a szellemi készenlét együttese meghatározó a komoly verseny szempontjából. Ezért próbált most már száz százalékig csak a versenyre összpontosítani, de sajnos Steve a legváratlanabbul, és túl gyakran belapózott a gondolataiba. Ráadásul gyötrőn és alattomosan. Pedig tudta, nem engedheti meg magának, hogy ezzel rágódjon, és esetleg ezért maradjon le, mert a férfiről ábrándozik. Egyébként a felkészülést már befejezte, és ilyenkor néhány nappal a verseny előtt semmilyen edzést nem lehetett már ótolni. Esténként elment bemelegíteni, gimnasztikázni, és rövidebb gyorsasági edzéseket végzett még. Ettől többet már nem tehetett. A másnap kellemesen telt, egyre jobban sikerült Steve emlékét tudatosan elnyomnia. Este épp olvasgatott, mikor apja lehoppant a mellette lévő fotába, és bekapcsolta a tévét. Az éppen megérkező sztárokat felvonultató ceremónia villogó képei töltötték be a szobát, ami hirtelen az eszébe juttatta, hogy hiszem, ma van a Golden Globe díjátadó. Tudta, hogy csapott papot otthagyva ki kellene mennie, de nem bírt ellenállni a kísértésnek, hogy láthassa a férfi arcát. Vajon észrevesz rajta valamit? Maga mellé ejtette a könyvet, és tágra nyílt szemmel figyelte, felbukkan-e a férfi az érkezők tömegében. A nők művészien ki voltak készítve, ki egyszerűbben szabott, ki pedig csillogók, Rafináltan kihívó íróva költeményben pompázott. És egyszer csak megjelent Steve. Rogers és Mona elmaradhatatlan társaságában. Az utóbbi kettős egymást átkarolva. Ez semmit nem jelent, gondolta keserűen, ettől még lehet a szeretője ennek az amúgy is gátlástalan nőnek. Sajnos közeli képet már nem láthattak mert ez csak bejátszás volt az érkező hírességekről és díjvárományosokról. Ezt követően pillanatok múlva kapcsolták a már élő közvetítést az igazi élő diátadásról. Annyit azonban még láthatott Alex, hogy a férfi szívdöglesztően fest sötétkék öltönyében, és a női rajongók sikoltozva fogadják. Apja félszemmel rásandított, és látta, hogy lánya fancsali képet vág. Szegénykém, hogy szenvedhet, gondolta. És tovább nézték az eseményeket. Ármulva figyelték, hogy mennyi híresség megjelent. Kamera meg megállva pásztázta a felkapott stárokat. Itt volt a filmvilág színe java, hiszen ez is jó fogás volt filmjeik reklámozására, nem beszélve arról, hogy ezt a ceremóniát az Oscar előcsarnokának is nevezték. Aki itt elismerésben részesült, az már megalapozottnak tekinthette filmes karrierjét. Elérkezett végre a várva várt pillanat. A közönség újjongó kitöréssel fogadta az óriási sikert aratott sorozatot, a titkolt viszonyok győzelmét. Méltó megérdemelték, hiszen remek munka volt. Ezután a híres, színesbőrű, sztárszínész Morgan Friedman lépett a színpadra, hogy a borítékból, melyben már ott a nyertes név, kihirdesse az év legjobb férfi főszereplőjét. Feszült, néma csend uralkodott a nézőtéren, mint ahogy Bostonban, Robert szobájában is. A legjobb férfi főszerepben nyújtott alakításáért az idei évben a díjat kapja, a légy és is meg lehetett volna hallani a rövid hatásszünetben. Steve Lepson harsogta. A teremben mindenki felállt, és kitörő tapsviharral köszöntötte a már közszájon forgó jóképű, tehetséges színészt. Elsőként Rogers és Mona ölelt át újongó lelkesedéssel, Steve pedig megilletődve, de büszkén, roppant férfiasa lépett fel a színpadra. Nem mintha túlságosan váratlanul érte volna, hiszen hetek óta mindenki erről pusmogott, de most, hogy valóban bekövetkezett, olyan eufórikus örömmámor lett rá rajta, hogy azt kimondhatatlan volt. Első gondolata azonban ennek ellenére Alex volt és az, hogy ez a boldogság akkor lenne igazán határtalan, ha most a lány itt lenne mellette és vele együtt örülhetne a sikerének. Otthon a televízió előtt ülve Robert és Alexis önkéntelenül ugrott fel és ölelte át egymást, tiszta szívből örülve a férfi sikerének. Mert hisz bármi történt is köztük, soha nem kívánta volna neki, hogy hosszú évek kemény munkája ne találjon elismerésre. Robert felhangosította a tévét, hogy jobban hallja, mit mond Steve a díj átvételekor. Ahogy a kamera ráközelített, Robert megdöbbenve látta, hogy a férfi arca is ugyanolyan nyúzott és sápadt, mint a lányájé, és hiába mosolyog hálásan a közönségre, szeméből egyfajta mélyről jövő szomorúság sugázik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon jó esik a felém áradó elismerősük és szeretetük, és hogy a munkámat ezzel az igen komoly díjjal jutalmazták. Újra kitört a tapsvihar, majd Steve folytatta. Szeretném megköszönni a munkáját Rogers Adamsonnak, aki hozzásegített a sorozatbeli szereplésemmel a sikerhez, továbbá a sorozat összes résztvevőjének. Megint megszakították lelkes tapsal, aztán folytatta. Ha megengedik, megragadnám az alkalmat, hogy üdvözöljem innen egyetlen élő rokonomat, legkedvesebb unokölcsémet. Köszönöm neked is, és üzenem, hogy te sokkal hamarabb eljuthatsz ide, mint én, ha keményen és becsületesen fogsz dolgozni, és ha úgy fogsz rajongani a filmezésért, mint én. Újabb tap stört ki, de Steve felemelt kézzel jelezte, hogy még van mondani valója. S végül, de nem utolsó sorban, szívem minden szeretetét küldöm egy gyönyörű és szintén tehetséges fiatal hölgynek, aki megtanított rá, mi az igaz szerelem. Ugyanilyen sikert kívánok neki vasárnapra, mint amilyen most én itt elértem. Köszönöm. Hajolt meg. Köszönöm még egyszer mondta hálásan, és levonult a színpadról. A közönség hosszasan tapsolt, egyesek pedig meghatottan a szemüket törölgették. Otthon Alex levegőt sem véve merett végig a férfira, és az elhangzottak után végképp összezavarodva beszaladt a szobájába, anélkül, hogy apjának jó éjszakát kívánt volna. Most jött el Robert ideje, ahogy a képernyőn keresztül átsugárzott Steve szeméből a szomorúság és a boldogtalanság, azt nem lehetett nem észrevenni. Azt még Alexnek is látnia kellett. Mivel pedig a meglepő, nyilvános szerelmi vallomás szívből jövőnek és őszintének tűnt, Robert abban a pillanatban határozta el, hogy cselekedni fog. Azzal kapcsolatban, ami már gondolatban felötlött a fejében, Alex megérkezése után. Mindez nyomósokkal, látva Steve kétségbeesését és a lánya vergődését. Két büszke makacs fiatal gondolta, mm, de főleg az egyik. Képes lenne, és elszaladna a boldogsága mellett. Felállt, és a telefonhoz lépett. Ettől rosszabb már úgysem lehet, vacillált a készülék előtt. Nem bírta már nézni, hogyan szenved a lánya, és félt, a záros határidőn belül nem rázódik helyre lelkileg, az a gondos felkészülését egy csapásra romba dönteni. Felemelte a kagylót és tárcsázta Lindáék számát, akik minden bizonyal tudják Steve tartózkodási helyét. Steve közben ügyesen lelépett a díjátadó utáni partiról, és már a limuzinban ült, maga elé nézve, szótlanul. A díj felett érzett boldogságát komor felhők takarták el. Mindenné jobban szerette volna ezt a pillanatot azzal a személlyel elvezni, akit a világon a legjobban szeret. Ekkor döbbent rá, ha még ilyen mámors pillanatban sem képes elfeledni Alexet, akkor ez csak is azt jelenteti, hogy nélküle tovább boldogan élni már képtelen. Ahogy kiszállt az autóból és elindult a szállodai szobájába, arra gondolt, hogy most már cselekednie kéne azzal kapcsolatban, amit otthon oly nagy elszántsággal tervezett. Igen, gondolta, először is Robertet hívom fel és beszélek vele. Talán ő tud valami bölcset mondani. Azt is tudta, hogy Alex már nála van, hiszen említette együttlétük alatt, hogy pár nappal a verseny előtt már oda utazik, hogy ráhangolódjon a városra az eseményekre. Ahogy belépett, már is hívni akarta Lindát, hogy elkérje tőle Robert számát. Majdnem felemelte a kajdlót, mikor megcsörrent a készülék. Azonnal felkapta. Igen, Steve Lafson. Szervusz, Steve, itt Robert. Szeretném, ha holnap ide repülnél, ért egyenesen a tárgyra. – Valami gond van? – kérdezte kétségbesve. Mm, annyira azért nem, hogy elraggód magad, de majd inkább személyesen. – Mikor a tudsz ide repülni? – sürgette Robert halkan és izgatottan. Mm, várj egy pillanatra, hagyd gondolkozzam. – Azt hittem, gratulálni akarsz az újonnan befutott sztárnak. Próbált humorizálni, hogy körsbe gyomráról elterelje a figyelmét. Még hogy nagy sztár, inkább tök félkó, dörmögte Robert. Mit műveltek ti egymással? Mind a ketten benevezhetnétek a kinéz ki rosszabbul éves nagy díjért. És nem osztottak a díj mellé, húzta fel magát. Ő, igen, elkért volna belőle egy tripla adag. Vált ismét kétségbe esett Steve hangja. Na jól van, neved úgy a szívedre, tehát tehát persze, persze, hogy megyek. Azonnal intézkedem. Először is felhívom Márkot, hogy nem hazamegyek először, és Lindáiknak is szólnom kell. Nekik mindig leadom a tartózkodási helyemet, arra az esetre, ha történne otthon valami. Lindáiknak nem kell szólnod, vasárnapra ők is ide repülnek a versenyre. Te csak magadat intézd. Rendben van, Robert, de nem akarod mégis dióhéjban elmondani, mi a helyzet? furdalta a férfit a kíváncsiság. Hmm, inkább személyesen. Nagyon bízom abban, hogy minden megoldódik és rendbe jön. Tudod, nem szeretném, ha Alli egy sebbet többet szerezne be, mint ami már van. Félek, ha ez a verseny kudarcba fullad, azt örök életére megsínglené. Tudod, én mindent meg fogok tenni, hogy ne így legyen, biztosította Steve. Azért Természetesen gratulálok a díjhoz, megérdemelted, tényleg nemes voltál, mondta Robert őszintén. Köszi, akkor hát a holnapi viszontlátásig. Amint lefoglaltam a gépre a jegyet, visszahívlak, hogy hányra érkezem, mondta. Miután lefirkantotta Robert címét, tudta, hogy most jött el az idő. Érezte a csontjaiban, a zsigereiben, hogy szüksége van rá a lánynak, mint ahogy neki is őre. Robertnél a szombat délelőtt a megszokottnál szótlanabbul telt. Csak amikor elkezdte készíteni a tiramiszut, Alex akkor telepedett mellé. Á, ezt nagyon szeretem, főleg ahogy te készített, hiszelgett az apjának. Semmiségekről fecserésztek, de végül Robert nem bírta megállni és megkérdezte. Mondd csak, Alli, a tegnapi országvilág előtt bejelentett, lehet azt mondani, szerelmi vallomás után sem változott meg a véleményed Steve-ről, kérdezte szorogva. Hát ö, nem tagadhatom, hogy valóban első hallásra <laughs> nagyon hatásos volt. Még engem is elkápráztatott, de csak egy pillanatra. Ám ha jobban belegondolok, ez biztos, hangsúlyozta, hogy előre eltervezte. Gondolj csak el! Tudta, hány millióan nézik a közvetítést, és most mi a vélemény? Hogy micsoda egy mázlis lehet az a valaki, akit a nagy Steve Lárson szeret? Mit szeret? Egyenesen imád? Micsoda lovagiasság? Micsoda figyelmesség? És mi hatalmas szerelem? Ha! Nevetséges, mordult fel. Nem, apukám, el ne hidd egy szabát sem. Biztos vagyok abban, hogy jól átgondolt hadművelet volt ez, és így akarta magát tisztára azok előtt, akik tudták, mi történt. Kardoskodott Alex, de maga is érezte, hogy nem túl meggyőző, amik mond, és ellenállása egyre jobban kezd meginogni. Talán mégis kellett volna neki adni egy esélyt, zakatolta a fejében a gondolat. De most nem szabad erre gondolnom, csak elrontanám bele a holnapi napot. Azzal elvette a krémes tálat, és elkezdte kavarni. Ez még az anyától örökölt recept? kérdezte, hogy elterelje a szót. Bizony, és ő még nálam is finomabban tudta elkészíteni, dicsérte imádott özvegyét Robert. Ó, sóhajtott Alex, milyen kár, hogy szerelemre nincs ilyen biztos recept. Képzeld csak el, hetven a szerelem, tíz a kedvesség, Tíz deka intelligencia, mondjuk még öt deka jó képviség. Ebből ennyi is elég mosolygott apjára, de tisztességből és becsületből bőven kell, mondjuk fél, -fél kiló, és végül, de nem utolsó sorban egy csipetnyi humorérzék. Voilà! És kész is a tökéletes sírik tartó szerelem receptje. Bárki elkészítheti, és aki enne belőle, egy szeletet, míg él, rózsaszínben látná a világot, és addig élne a párjával boldogan, míg meg nem hal. Az apja felhangod nevetett. Honnan te ilyeneket? Micsoda a fantázia? csuklott kuncogása a nevetése. De ma már nem kellett zenet, kisasszony? kérdezte, most már csepnyi idegességgel a hangjában. De igen, mégpedig utoljára. Tette le a tálat. Megyek is, bemelegítek, gimnasztikázom, és a fejemet is kisvelőztetem egy kicsit. Tapra ugrott, csókot nyom a tapja arcára, és már ment is a háztól nem túl messze lévő kis erdős területre. Ó, oh, hál' Istennek, sóhajtott Robert az órájára pillantva. Mindjárt öt óra, Steve bármelyik percben beállíthat. Épp elkészült a süteménye, mikor az ablakon kilesve látta, hogy egy bérelt autóból kiszáll a férfi. Gyorsan megtörölte a kezét, és már ment is ajtót nyitni. Isten hozott fiam, ölelte át, és terelte bejebb a férfit. Steve óvatosan lépkedett előre, nem tudván, hogy Alex nincs otthon. Nyugi, nyugi, kiment még egy utolsó edzeni, vette észre Robert a férfi határozatlanságát. Ülj le egy kávét, jöhet lehet végre magára, és ő is üdvözölte Robertet, milyen régi lerobbant kávéfőző, valamikor a nyolcvanas években látta ilyet utoljára, engedett fel kisé. Hát, fordult felé Robert, alaposan szemügyre véve a férfit, kettőtök közül szerintem te vagy jobban lerobbanva. Nézte mostanában a tükörbe? hány kilót fogyott a híres, befutott filmsztár, és most kiveled azonnal, míg Alex be nem állít, Mit műveltél? kérdezte szigorúságot tettetve. Steve pedig az elejétől a végéig mindent kiöntött Robertnek, aki egyszer sem szakított a félbekérdésekkel. Aha, így már értem, mi történt, mondta a fejét csóválva. Talán, ha a kórházban nem jelenik meg, akkor már sikerült volna tisztáznotok ezt a helyzetet. Hát igen, én is így gondolom, de az akkor sajnos csak megerősíthette őt abban a hitében, hogy én és Mona még mindig együtt vagyunk. Ha már a legelején. Tudom, vágott közbe Robert, már akkor kellett volna szólnod, de talán most még megteheted. Úgyhogy indíts és hód is vissza a szívét. Köszönöm, Robert, hogy nem fordultál el tőlem. Át fel, és ölelte át az idősödő embert. Ugyan már, lábat könyvbe a szeme, és elmagyarázta neki az útvonalat, amerre Alex kiszokott menni edzeni. Steve a lelke mélyén erősen reménykedett, hogy nem hiába tette meg ezt az utat. Útban Alex felé régen mondott halk fohászt mormolt. Alex lassú levezető futást végzett, mikor hallotta, hogy egy kocsi ajtó csapódik a háta mögött. Ahogy hátrafordult, egy pillanatig azt hitte, hogy halucinál. Steve állt ott, kisé borostásan beesett arccal, de ugyanolyan jó képűen, mint ahogy az emlékeiben élt. Alex egy pillanatig nem tudta, hol van, és mintha hirtelen visszatértek volna azok az édes napok, amiket együtt töltöttek. Ajka már mosolyra húzódva üdvözlésre készült, mikor hirtelen ráébredt hol van, és mi is történt köztük. – Szia, Alex! – köszönt neki gyengéten a férfi. – Beszélni szeretnék veled – mondta kisé bizonytalanul. – Te hogy kerülsz ide? – nézett rá a lány, még mindig hitetlenkedve. – Az most mindegy Azért jöttem, hogy meghallgass végre. Tudod, nincs miről beszélnünk, fordult el, és elkezdte folytatni a kocogást. A férfi hirtelen jobb megoldást nem tudván, mellé szegődött. Engem többé már nem rázor le egy könnyen, mondta. Miért? Mit akarsz? kérdezte, de nem nézett rá. Téged, csak téged, mondta sóvárogva. Alex megállt, és szembefordult vele. Belenézett Steve szemébe, és meglepte az a határtalan szomorúság és vágy, amit benne látott. Ennek ellenére még mindig hajthatatlan volt, és nyeglén visszaválaszolt. Na nem mond, még elhiszem. S próbált méltóság teljesen hozzákezdeni a gimnasztikai gyakorlatokhoz. Elhiheted, mert igaz, és meg fogsz hallgatni. Ezzel megfogta a lány kezét, és elkezdte maga után vonszolni a kocsmhoz. Ereszel, nem megyek sehová, csápolt szabad kezével. Majd meglátjuk, jött meg a férfi bátorsága, mindent egy lapra téve ezzel fel. Hirtelen mozdulattal felkapta, és mint egy könnyű kis tolpárnát a vállára vetve vitte a kapálózó lányt. Tegyél le, de azonnal kiabálta, te, de, de szoknyavadász, menj oda, ahol már várnak rád, Steve nagy lendülettel talpra a meglepett lányt, és megragadta a két vállát. Hát nem érted? Nincs senkim, és míg te voltál, addig sem volt. Csak te vagy. Csak téged szeretlek. Hangsúlyozott minden egyes szót, és már kiabált és sírt, és vadul megcsókolta a nőt, majd hirtelen elengedte. Alex körbekém lett. Még szerencse, hogy nincs közönséged, aki megtapsolja ezt a hitelesnek szent arakítást, mondta gúnyosan. De közben majd nyugrott a szíve attól, amit Steve mondott. Szereti. Most pedig meghallgatsz. Tudta, már nincs veszteni valója, ezért mosolytalan nyugalommal belekezdett, többször is leállítva a mindig közbevágni akaró lányt. Értsd meg, mondta sokat szóra, nem tudom, milyen ostobaság folytán nem mondtam el, hogy előtte, de sokkal korábban viszonyom volt vele. Az ember néha elkövet olyasmit, ami még számára is érthetetlen. Már rég nem volt köztünk semmi, amikor megismertelek, de úgy éreztem, nem hinnél nekem, és biztos azt gondolod, hogy összejárunk, te pedig csak könnyű nyári kis változatosság vagy a számomra. De hidd el nekem, édesem, nem vagyok kalandor és ha voltak is más nők az életemben, soha nem volt szokásom egyszerre több nőt szédíteni. De mi lesz, ha jön egy újabb film, egy újabb szép színésznővel? Aggályoskodott tovább Alex. Ilyen már nem jöhet, illetve jöhet, de mióta téged megismertelek. Tudom, tudom, hogy nekem rajtad kívül már soha többé nem kell senki más míg magamban tébláboltam, rájöttem arra is. Attól, hogy filmezek, mellette azért még lehet családom és gyerekeim. És a szeretteim boldogsága és biztonsága egyébként számomra mindennél többet ér, és most már minden filmnél és karriernél is százszor jobban megbecsülném. Alex szíve nagyot dobbant, Érezte, már nem sok híja van, hogy leomoljon a szíveköré épített védőbástya. És a kórház, az is csak félért, és volt, ugye? Ironizált mégis tovább, mint akibe belebújt a kis ördög. Még hozzá tökéletes. Akkor kivételesen tényleg Márkhoz jött, és ha nem láttad volna, Rogers is vele volt. Úgy néz ki, hogy karácsonykor már meg is tartják az eljegyzést. Na ne nevettes, Téged meg csak így hagy elmenni, kételkedett még mindig. Na ne csináld már, Alex, kezdett türelmetlené válni a férfi. Ismered ezt a típust, aki mindenre hajlandó lenne egy kis csillogásért és hírnévért? Ezt most Rogers oldalán meg fogja kapni, és ráadásul még szereti is. Sajnálom kicsit, és monát is, bár őt másmilyen értelemben. Szerintem ő még sohasem tapasztalta meg, milyen érzés valakit mélyen és igazán szeretni. Ő mindig csak uralkodni és irányítani akar. Mindig csak elvesz, de soha nem ad, magyarázta Steve. De most már hagyjuk őket, édesem, és újra végignézett a lányon, akinek látványával nem tudott betelni. És miért csak most kerestél meg? Mert tudtam, hogy úgysem állnál velem szóban. Úgy gondoltam, adok egy kis időt, s talán magadtól is rájössz, hogy ezt soha nem tenném meg veled. Alex, Édesen. életemben nem szenvedtem még annyit, mint az utóbbi hetekben. Annyira hiányoztál, mondta csillogó szemmel, melyből szerelem és határtalan vágyódás áradt. Végül vad birtoklási vágyjal ölelte magához szorosan a lányt, nem bírva tovább, hogy ne érinthesse meg. Steve, kérlek, Engedj el, szuszogta Alex. Soha, halmozta el csókokkal. Steve, próbálta eltolni magától. Nekem ezt most végképp nem szabad, tudod, holnap lesz a verseny, pihette. Tudom, édes, tudom, holnapig már kibírom, ígérem, de csak egy feltétellel, ha te is megígéred, hogy nem futsz el a szerelmünk mellett. Képtelen lennék, apa belenyugodni, hogy egy rossz indulatú, nő és egy félreértelmezett ostobaság miatt szenvedjünk egy életen át. Te csak is a karjaimba futhatsz, édes, csókolta meg újra szenvedélyesen, mire Alex minden ízében megremegett. Mert mi úgy megpeszült, hogy vékony trikóját majd átszúrták, és ez nem került el Steve figyelmét sem. Látod, édes, elfuthatsz bárhová, de magad és az érzéseid elől sehová nem tudsz menekülni. Ez volt az a pillanat, amikor Alexben minden ellenállás leomlott. Határtalan szerelem lángolt szívében, és ez nem engedte tovább az elutasítást. A férfi olyan szenvedélyt és érzéseket szabadított fel benne, amelyeknek a létezéséről nem is tudott. Kell lesz nekem, mondta a férfi fátyolos hangon. De miért? kérdezte Alex. Hallani akarta újra, hogy szereti, hallani akarta, hogy nem csak a képzelete játszott vele. Ahhoz képest, hogy milyen gyorsan futsz, eléggé lassú a felfogásod, bajkoskodott vele Steve, mert már örömmel látta, hogy a lány ellenállása megtört, s végre talán feladja ezt a buta, makacs küzdelmet. Minden idegszálával érezte, hogy visszatért hozzá. S hogy miért kell lesz nekem? Hát nem nyilvánvaló, mert te vagy a legszebb, a legháziasabb, és a legrendesebb nő, akivel is találkoztam. És most csak a töredékét soroltam fel a listának, a legfontosabb viszont, hogy sajnos később döbbentem rá, mennyire belét szerettem. Rájöttem, hogy nem tudok nélküled élni, úgy is mondhatnám, hogy te vagy a legfontosabb kerék életem gépezetében. Nélküled leáll a szerkezet, nélküled elveszek, csókolta meg. Szeretlek, édesem, mondta fájdalommal a hangjában, amiben ott volt a hosszú hetek várakozása és bizonytalansága. Kérdőn és reménykedve kutatta a lány tekintetét, és alig várta, hogy a lány is kimondja végre azt a választ, amit gyönyörű fekete szeméből kiolvasott. Én is szeretlek, mondta ki Alexis a bűvös szót. Ó, messze nem annyira, mint én téged, és olyan boldogáltatta a férfit, hogy ez ismét felkapta, pörgette és csókolta a már nevető visongató lányt. Miután kisé lenyugodott, egymást szorosan eltölelve álltak Némán a kocsi mellett. Valamilyen meghatározhatatlan, lebegő melegség töltötte el Alex szívét, és egy végtelennek tűnő percig csak élvezte, a férfi biztonságot nyújtó ölelését. Végül mindketten kényszeredetten bontakoztak ki az ölelésből, és ültek be a kocsiba. Miután Steve indított, műnbánóan Alexra nézett. Ne haragudj, gyönyörűm, nem akartam erőszakos lenni, de már majdnem az eszemet vesztettem a félelemtől, hogy elbeszítelek. El sem tudott képzelni, mennyire féltem, hogy végleg kikosarazol rettegtem, hogy újra elküldesz. Talán meg is érdemeltem volna az ostobaságomért. Erre nem lettem volna képes, válaszolta Alex. Tudod, soha nem találkoztam még ilyen makacs nővel, mint a mellettem ülő hölgy. Nézte még mindig mosolyogva. Inkább az útra figyelj, te erőszakos fráter, mondta kedvesen, és úgy helyezkedett, hogy Steve vállára hajthassa a fejét. – Jut eszembe, nem zavar, hogy tegnap az egész világ megtudta, hogy szerelmes vagy? – pirult el a lány a kiejtett szabakra. – Hogy zavar-e? <kül> – Akkor nem mondtam volna. – És ha tudni akarod, hogyha megtehetném, a nap minden hírműsorába bemondanám, hogy én vagyok a világ legboldogabb embere. – mondta szerelmesen. – Steve, szeretném, ha teljes bedobással folytatnád tovább a filmezést. – tehetséges vagy, és még nagy jövő áll előtted, mondta halkan. Biztos meg tudjuk oldani, mint sokan mások is, fűzte hozzá. És így is lesz, ígérte Steve. Olyan munkát vállalok majd, ami neked is jó, nekem is megfelel, és sokat együtt lehetünk. Ketten minden akadályt legyőzünk, és puszit nyomott a lány homlokára és hogy tudd, még egyszer elmondom, hogy nekem te vagy a legszebb, a legokosabb és a legszexisebb nő az életemben. Soha többé nem kell más. Erősítette meg a lányt újra, meg ingathatatlan érzelmeiben. Köszi, Steve. Mától újra bízom benned, és én is csak téged szeretlek. Tette meg Alexis Pirulva vallomását. Mikor a ház elértek, Robert már türelmetlenül toporgott az ablak előtt. Mikor megpillantotta az autóban ülő, csókolózó párt, két kezét magasan feldobva a levegőbe elkiáltotta magát. Tudtam, igen, ennek így kellett történnie. Nem sokkal később, mikor mindketten kissé kipirulva bevonultak, Robert boldogan vette ki a sütőből a milánói makarónit, és örömmel látta, hogy néznek egymásra mindkét szempár ugyanazt a határtalan szerelmet tükrözte. Nagy gyerekeim, egy haszna mindenképpen volt ennek a találkozásnak. Kérdőn rá. Megjött a színetek, nevetett fel, és vele együtt Alex és Steve is felkuncogott, de félretébe a viccet. Határtalanul boldogát tettetek, hogy sikerült tisznáznotok ezt a félreértést. Alex, te pedig most egyél, és bármilyen nehezedre esik is, gondolatban készülj a holnapra, hisz ez egy régen várt nap lesz, utasította komolykodva az apja. Persze, papa, ne aggódj, most már minden rendben lesz, mosolygott rá Most már az sem érdekel, ha utolsónak futok be, de boldogan és felszabadultan fogom tenni. És a lényeg az, hogy eljussak a célvonalig. Utána már elmondhatom, megcsináltam, és nem hiába készültem évekig. Biztos vagyok benne, hogy sikerül édes. A te szorgalmaddal és tehetségeddel még a győzelem sem elképzelhetetlen. Simított végig Steve a lány És hogy még jobban menjen a célvonalnál, ott foglak várni. Nem baj? Nézett rá kérdőn a férfi. De hogy is, ellenkezőleg, ennek örülnék a legjobban. Legalább egész úton arra fogok gondolni, hogy érdemes eljutnom a célig, hiszen ott vár a szerelem. A szerelmem, aki nélkül már nem lett volna ugyanaz az életem, mint az előtt. Fűzte hozzá gondolatban. Felszabadultan és boldogan megvacsoráztak, majd Alex szobája előtt elbúcsúztak egymástól. Iszonyatos megtartóztatás volt ez a részükről, de most még ki kellett bírniuk ezt az egyetlen éjszakát. Steve a vendégszobában feküdve bámulta a szomszédos falat, tudva, hogy már csak ez választja el szerelmétől. Százszor elképzelte, hogyan békül ki a lánya, hogyan fog vele utána gyengéden szerelmeskedni, és hogy fognak egymás karjaiban összebújva pihenni. Nem baj, gondolta, sok-sok év áll még előttünk, hogy mindezt bepótoljuk. Egyetlen szerelmes éjszaka miatt nem ronthatom el Alex évekig tartó gondos felkészülését. Mégis határtalanul boldog volt, hiszen tudta, hogy a lánytól immár semmi és senki nem választhatja el. Alex sem éppen így képzelte el a kibékülést, de ő is, akárcsak Steve tudta. Hogy még egy egész élet hátra van ahhoz, hogy mindezt bepótolják. Robert pedig ez idő alatt lent a könyvtárszobában, az utolsó részleteket is megbeszélte az illetékesekkel, és lerakta a fajdlót. Másnap reggel Steve még elszaladt valahová, mondván, hogy neki még egy fontos dolgot el kell intéznie, míg Robert és a lánya ez alatt gyönyörűen megterített az étkezőben. Nyugodj meg, Alli, mire a rajtvonalnál fogsz állni, addigra már Lindáik is megérkeznek, nyugtatta Robert. Köszi, papa, még van pár perc, és indulhatunk. Mindent elrendeztem. Jó van, kislányom, mi a kerékpárokkal a szakaszok különböző részein ott leszünk, ahogy megbeszéltük. És ha bármilyen gond van, azért van nálad a mini adóvevő, tudod, csak szólj kötötte a lelkére az apja, majd áldását adva rá, megcsókolta a homlokát. Steve is befutott, és együtt indultak el a helyszínre. Alex most már magába mélyedve koncentrált. Tudta, pszichésen már rendben van, a többi csak azon múlik, hogy elegendő volt-e az edzése, s hogyan jut túl a szakaszok nehézségein. Mindennél többet jelentett számára Steve megnyugtató jelenléte és a tudat, hogy immár örökké együtt lehetnek és szeretik egymást. Elhatározta, ha eléri a 38. kilométert, bármi áron is befejezi a verseny. Akármilyen és akármennyire fog is fájni, görcsölni, lüktetni. A helyszínre érve elbúcsúztak egymástól. Szerelmem, ott foglak várni a célnál, hogy egyenesen a karjaimba futhass, mondta Steve, és a zsebéből előhúzott egy kis dobozt, kivéve belőle egy vékony aranykarkötőt, melyről kis, tömött szívecskék és futócipők lógtak le pici függőkön csilingelve. Legyen ez a tőlem kapott kabalád! Majd újra megcsókolta, és eltűnt Roberttel a tömegben. Á, ah, ez volt hát az a fontos dolog reggel, gondolta Alex mosolyogva. Meghatottan simított végig az egyedi ajándékon, és elindult a rendezőkhöz, ahol bejelentkezett, és a 33-as rajtszámot kapta. Mm. Hát, ha ez is szerencsét hoz, hiszen Steve éppen 33 éves, és újra elvigyorodott, hogy mindenről a férfi jut az eszébe. Alexzen most nem az edzéseim megviselt kopott holmik voltak. Piros vadonatúj, én egy rendíthetetlen lány vagyok, feliratú trikót viselt, amit az apja készítetett neki, egy pici, féldekát sem nyomó, ugyancsak piros sorttal, a jól bevált drága futócipőjével kiegészítve. A rajt előtti húsz percben bemelegített, hogy felkészítse szervezetét a nehéz munkára ivott még pár kort vizet, és beállt a futók tömegébe. Sikerült az első élvonal beliek után elhelyezkednie, így nem került túlságosan hátra. Megsimogatta a Steve-től kapott karláncát, elmormolt még egy rég, tanult röpke fohászt, és éppen mire a végére ért, eldördült a rajtpisztoly. Szerencsére nem jósoltak már a kánikulát, de így is elég melegnek ígérkezett a nap. Alex, bár tudta, hogy gyorsabb kezdésre is képes lenne, nem akarta túl hamar kimeríteni energiáit. Tudta, hogy azt tartalékolnia kell a végső hajrára. Mikor megritkult a mezőny, akkor kezdte igazán felvenni az egyenletes, könnyed ritmust. Egyelőre jól érezte magát és lazán futott. Fejében a steve való békülés eseményeit pergette le magában, újra hallotta a férfi szavait, hogy mennyire szereti őt, és hogy csak ő létezik a számára. Szellemileg ez annyira megerősítette, hogy érezte, képes a legjobbak közt befutni a célba. Egyenletes iramban futott, és az első frissítő állomásnál ismerős hangokat hallott. Hajrá, Alli! Ez az kicsi! Minden bele! látta meg a hanghoz tartozó arcokat is. Lindát és Martint, akik kerékpárjukra támaszkodva friss vizet nyújtottak felé. Te vagy a legjobb, lelkesítette Linda, ahogy oda nyúlt Alex a vízért. A tizedik kilométernél jársz, csak így tovább, drágám. Köszi, mondta erőlködés nélkül Alex. Rájuk villantott egy mosolyt, és már futott is tovább. Lindáik még egy darabig a szalagsáv mellett kerekezve kísérték, majd elhúztak előre, hogy majd ismét találkozhassanak. Alex pedig futott tovább, végleg rágtalálva a megfelelő ritmusra. Tudatosan figyelt a futására, emlékeztetve magát, hogy nincs miért piszkolnia. A harmincadik kilométert elérve már több tucatnyi frissítő állomáson volt túl. Végig lelkesítő emberek hadatapsolta és biztatta a versenyzőket, ami leírhatatlan érzés volt. Akadt, mikor elvett egy, egy pohár frissítőt és ivott pár kortyot, de volt olyan is, mikor csak magára öntötte a vizet. Mivel előzőleg végig járták a pályát, így előnyös volt számára, hogy tudta, mikor következik emelkedős, illetve lejtő szakaszt. Már több versenyzőt is befogott az emelkedőn, kihasználva ebbéli erősségét. A 36. kilométerhez érve már ott állt Martinékkal apja is, aki kiabálva buzdította a lányát. Nézték és buzdították, majd újra előre mentek, így már a célvonalhoz, hogy majd ott tudják fogadni a lányt. Volt egy kisebb nehézségi rész, és azon túljutva most következett be a második. Már csak két futó volt előtte, akik közvetlenül egymás mögött galoppoztak, s Alex nem túl messze mögöttük futott, begörcsölt lábaival kínlódva. Nem, adott utasítást az agyának. Most ezt nem teheted velem, hiszen minden csodálatosan ment eddig. Könnyedén kezdett, és a táv közepe táján erősített kicsit a tempón, ekkor beérve több versenyzőtársát, és lerázta magáról jó messzire őket. Most már izzadt. A felé nyújtott egyik kézből elvett egy pohár vizet, melyből ivott egy pár kortyot, a többit arcára és melkasára löttintette. Hallotta az éjenző, bátorító bekiabálásokat, amely új erőforrást és szárnyakat adott tartalék energiáinak. Kicsit változtatott a testtartásán, könnyítette a talajfogásán, és érezte, hogy kezd enyhülni lábai görcsössége. A nézők közül valaki bekiabálta a tábrészt, amit egyébként látott az útmenti jelzőtáblán. Istenem, sóhajtotta magában, már csak egy kilométer. Ekkor jutott el tudatáig az a halk kis csilingelés, mely végig kísérte, és lenézett a Steve-től kapott számára mindennél értékesebb ajándékra. Ekkor hirtelen olyan akaraterő és megszállottság kerítette hatalmába, amiért még soha nem érzett. Pillanatokon belül a másik két futó mellé ért, akik már lihegve, görcsösen futották az utolsó pár száz méterüket. Meglepődtek a mellettük felbukkanó lánytól, és próbáltak ők is belerősíteni. Alexet ez nem hogy elbátortalanította, hanem a legutolsó energiáit is összeszedve, még jobban felgyorsított és elsuhant mellettük. A másik kettő már nem tudott vele tartani. A célvonalhoz közeledve tartotta az iramot, de a tömeget, akik hangos éjjelzésbe kezdtek, már nem látta. Nem látta lindáikat, nem látta apját sem, aki már könnyezve bíztatta. Csak egyetlen egy embert látott a szeretett férfit, aki sírba bátorította, hogy igen, megcsinálta, ő a legjobb, ő a bajnok. Steve gondolta, hogy a lányt fájdalmak gyötrik, látta, hogy szerelme már mindent kizárt a külvilágból, és csak őt nézi meretten, már csak érte fut. Leplezette csodálattal bámulta, hogy ilyen hosszú, kimerítő táv ellenére még mindig milyen könnyed, milyen kecses a lány mozgása. Végül Steve a célvonal mögött kitárta a karját, és várta, hogy szerelme, ellenállva a fájó izmok könyörgésének, teljes sebességgel átrobogjon a célvonalon. Diadalmámor és tapsvihar tört ki a nézők között, mikor látták, hogyan zuhan szerelme karjaiba a lány. Te vagy a maraton oszkár díjasa, édes drága Allin, te vagy a leges-leges legjobb, ölelte át, majd engedte levegőhöz jutni a lányt. Ott ujjongtak már sírva, nevetve a többiek is, akik jobb hiány egymást ölelve éltették a lányt. Robert sírt a büszkeségtől, öröme határtalan volt. Pár perc elteltével a készenléti orvoscsoport megnézte, hogy minden rendben van-e, átgyúrták végtagjait, lazítókrémmel bekenték, és gratulálva útjára bocsájtották. Ezt követően Alex kezdett új erőre kapni. A gyötrelem eltörpült afelett az öröm felett, hogy képes volt rá, és ráadásul még győzött is. Mikor átvette a nekiáró aranyérmet, átélte mindazt a dicsőséget, amit Steve a díját adon. Miután hazaindultak, ő és Steve a kocsiban hátra ülve egymás kezét görcsösen szorongatták, és közben Alexet szinte üdvözült nyugalom árasztotta el. Úgy érezte, ez az elmondhatatlan élmény, amit bár tömeg kísér, mégiscsak magányosan teszi meg az ember, megért minden fájdalmat, görcsöt és a hosszú éveken át tartó kemény felkészülést. Eközben Robert lakásában már jó illatok terjengtek. Ez a meglepetés szintén Robert mesterkedéseinek az eredménye volt, nevezetesen, hogy a családi fészekben Márk és Emma várja Alexet. De arra, ami otthon várt rájuk, még ő sem számított. Mikor beléptek az ajtón, Alex meglepetésére nagy kurjongatva Márk lépett elő az ajtó mögül, és ugrott a nyakába. Nyertél, hurrá! Én tudtam, hogy te vagy a leglasszabb, újongott a fiú, aki a helyi rádióból hallgatta a közvetítést. Gyere be, és nézd meg, milyen meglepetés vár rád. Mielőtt beléptek a megterített helységbe, s végre megismerkedhetett Emmával is, akit egyébként épp ilyen nagymamásnak és kedvesnek képzelt az elbeszélésekből. Robert pesgőt vitt be, és miután mindenkinek töltött, elérzékenyülten emelte magasba poharát. Drága kislányomra, Alexre, aki a mai napon bebizonyította, hogy tehetséggel és komoly, kitartó munkával bármit el lehet érni. Igen, igen, Alex, szólt Ninda is, mi mindvégig bíztunk benned, és tudtuk, hogy meg tudod csinálni. Sőt, szólt közbe Steve is, azt is tudtuk, hogy győzni fogsz. Nélkületek ez nem ment volna, szerénkedett Alex, majd ő is felállt. Nagyon köszönöm nektek, hogy végig támogattatok, és nem mutatok rám, mosolyodott el, majd Steve-re nézett. De azért szeretném, ha ma kétszeresen ünnepelnénk és kocintanánk. Másodjára szóljon az elismerés Steve-nek és az általa elért nagyszerű sikernek. Igen, igen, így van, gratulálunk. Nem akármilyen eredménye, Steve barátom, csatlakoztak Martinék is, és már koccantak is a pesgős poharak. Alexnek most kivételesen elnézték, hogy csak csipeget. Linda, viszont akin már kezdett látszani az állapota, mindenből kétszer szedve jó ízű evett, és boldog volt, hogy barátnője arcát már nem fátyorozza be a bánat. Mennyit szenvedett szegénykém, gondolta. Megérdemli, hogy végre boldog legyen. Az ebéd végeztével Emma nagy tárca csokimázzal leöntött süteménnyel lépett be. Csak nem te készítetted ezt, kérdezte megütközve Steve. Hát nem éppen egyedül, nézett Márkra tettetett szigorúsággal. A fiatal úr ezzel nyaggatott már napok óta. Elhozta magával a híres, Alex féle süteményes füzetét, és kiadta a feladatot. Minden utasítást be kellett tartanom. Ő mért ki mindent dekára pontosan. Kevert kavart, mint egy igazi cukrász. Mindenki szájtátva hallgatta Emmát, s hol őt, hol pedig a vigyorgó gyermeket bámulták. Szóval pironkodott Emma már irányításával kénytelen voltam megsütni életem első mézes zserbóját. Steve és Mark kikaptak egy szeletet, beleharaptak, majd egymásra kacsintva felsóhajtottak. Fenomenális, mondták egyszerre, majd mindenkiből kirobbant a nevetés. Mikor Steve és Alex végre kettesben maradt a lány szobájában, mohón és vadul estek egymásnak. Alex nem érzett fáradtságot, de azért nem hitte volna, hogy a mai nap még képes lesz ilyen szenvedélyre. Úgy látszik, gondolta, ezt is csak ez a rendkívüli férfi tudja belőlem kiváltani. Azt hitte, hogy az előző együttlétüket már nem lehet túlszárnyalni. Tévedett. Most már mindketten tudták, hogy szerelemből kívánják egymás testét. Szerelmeskedésük hol végtelenül gyengéd, hol pedig féktelenül szenvedélyes volt. Nem bírtak betelni egymással, hiszen hosszú, gyötrelmekkel, vívódásokkal teli hetek vágyakozása gyűlt fel bennük. Alex már számát sem tudta, hányszor csókolja végig a férfi, aki megdöbbenve tapasztalta, hogy a lány minden hajlata új élményt kínált, s minden mozdulatából új titkok születtek. Szerelmeskedés után a lány elpilletten feküdt kedvese karjában. Soha sem hitte volna, hogy ennyire boldog lehet. Most már bizonyos volt abban, hogy a férfi szereti őt, és ez csodálatos érzés volt. Még jobban befúrta magát Steve karjaiba, mire az megmozdult. Ne haragudj, nem akartalak zavarni, mondta kis félszegen pedig én éppen azt szeretném, puszilta meg. Különben sem tudok most aludni. Rád gondoltam, és a jövőnkre. A férfi hirtelen kibontakozott az öleléséből és felült. A legszintén, mert nem értette, mi történt. Édesem, hozzám jönne a feleségül? Kérdezte kétségekkel és reményekkel teli. A lány egy picit várakoztatta, mert a megdöbbenéstől és a meghatódottságtól szólni sem tudott. Majd megilletődve, könnyével küszködve, hevesen dobogó szívvel válaszolt. A világ legboldogabb nőjévé tette a masztív, mondta ragyogó szemmel. Ez azt jelenti, hogy igen, 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 fejezte be a nő határtalanul boldogan. Hogyan is mondjam el neked, mennyire szeretlek? mondta Steve, és végtelenül gyengéden megcsókolta a lányt. Felegyenesedett, majd szívére téve a kezét úgy tett, mintha kivenné azt, és így szólt. Vedd úgy, hogy ma este gyűjteményed legértékesebb darabját adom át neked. Örökre. Mondta túláradó boldogsággal. És én a legféltettebb és legértékesebb kincsemként vigyázok rá, míg élek, szerelmem. Húzta magához Alexa férfit, és szenvedélyes csókban portak össze.